Szervusztok, kedves hallgatók, ez az Önkényes Mérvadó. Szokás szerint csütörtökön Magyar Dávid társaságában Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral. Az egy héttel ezelőtti kormányinfón Csuha Ildikó azt kérdezte Gulyás Gergelytől, hogy a miniszterelnökkel beszélte Gulyás az ügyről, vagy a Magyar Péter jelenségről. És mivel Gulyásnak évtizedek óta a barátja volt magyar, vajon a miniszterelnök bizalma változott-e Gulyás irányába? Nem láttam jelét ennek, mondta először Gulyás, majd így folytatta. Most nem szeretnék elemzői pozícióba kerülni, de én úgy gondolom, hogy most történik, ahhoz nekem nincs közöm. Ha mégis, akkor még nagyon hálásak lesznek nekem. Köszönöm. Jó, jegyezze meg mindenki. Ja, a hálások? Miért? Nagyon. Mondom még egyszer, ami ebben az esetben történt, ahhoz nekem nincs közöm. De ha mégis van, akkor még nagyon hálásak lesznek nekem. Nincs köze hozzá, de ha mégis van, akkor az előbb hazudott, mert akkor köze van hozzá. De... Tehát azt mondja, hogy nincsen köze hozzá, és egyébként nem akar elemzői pozícióba kerülni. De miért lenne az egy elemzés, hogyha ő saját magáról közli azt, hogy neki a Magyar Péter problémához, amivel most küzdik a kormánypárt, ahhoz van-e köze? Ez de... miért lenne egy elemzői pozíció? Saját magáról kéne beszélnie. Eleve először úgy mondja, hogy én úgy nem gondolom, hogy ami most történik, ahhoz nincs köze. Nem biztos benne, de szerintem nincs hozzá. De úgy következtet. Lehet, hogy van, majd valaki azt igen mondja, hogy neked ehhez de közöd van, és akkor elfogadja az ítéletet. Hogy azért elemzői, mert neki nincs köze. Tehát, hogyha neki nincs köze, akkor ez egy elemzés, hiszen másokról beszél. De annyi köze van hozzá, hogy nincs köze. Legalább, ha nincs köze hozzá, legalább ennyi köze van, hogy nincs. És ez az ember a illiberális, teljhatalmú, kétharmados, magyar kormányzatnak a harsonja, a szócsöve, hát de a talán kirakat embere. Figyelj. De hát jól elő is adta magát. Hát volt Robi, az egy ilyen mondatot előrántani, az pont az alkalmasságát húzza alá szerintem az szempontjukban. A teljes zavarodottságot. A teljes zavarodottságot. Ilyet nem mondhat egy felelős ember, nemhogy egy miniszter, ilyet egy felelős tisztviselő sem mondhat, hogy én azt mondom, hogy ez így és így van, ha pedig nincs így, akkor köszönjétek meg. Ilyet nem mondhat. Ha nincs így, akkor hazudtál az előbb, öreg. Igen. Akkor azt hazudtad, hogy nincs között hozzá. Igen, de arról van szó, hogy kétféle kimenetele van ennek a Magyar Péter problémának. Vagy súlyos gondot okoz, és megrendíti a stabilitását az illiberális rezsimnek. Ebben az esetben Gulyás Gergelynek semmi köze hozzá. Vagy könnyedén veszi ezt az akadályt is, csak úgy, mint a 2018-as Bona Gábori akadályt, vagy csak úgy, mint a 2022-es Márki-Zay Péteri akadályt, és a Magyar Péteri akadály is ilyen könnyedén abszolválva lesz, ebben az esetben pedig lehessen nagyon hálás Orbán Viktor Gulyás Gergelynek, hogy a Magyar Pétert állította vele szembe, hiszen egy könnyű edzőmeccset köszönhet neki. De hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Ha beletörik a kormánypárt bicskája, Gulyás Gergelynek semmi köze. Ha beletörik a kormánypárt bicskájába, akkor Gulyás Gergelynek lehet hálás a miniszterelnök. De szerinted itt a miniszterelnöknek üzent? Nem hiszem, hogy neki egy kormányinfón üzenne, hogy merné azt vállalni, hogy így hello Viktor, én most ezt mondom, tehát ez nem egy eltervezett üzenet volt. Ezt ő ott akkor előadta zavarában, és a helyzet az, hogy azzal, hogy megismételte, még egyszer elmondta szó szerint ugyanazt, mint hogyha lenne a teremben egyetlen újságíró is, vagy a képernyők előtt bárki, aki lemaradt az első mondásáról, vagy nem értette, pontosan ugyanazt még egyszer elmagyarázza, csak a vak nem látja, hogy magát győzködi, meg magát próbálja nyugtatni azzal, hogy ez milyen jó mondás, még egyszer elmondom ugyanazt. Meg pontosan az van, hogy neki valami olyan talányos módon kellett valamiről beszélnie, és valakinek üzennie, aki nem mi vagyunk, mert ha mi lennénk, értenénk, hogy mit mondott, és nem is a közvélemény, mert senki nem érti, mert igazából nem érthető, csak annak, aki érti a kódot. Nincs kód. De, mert ez pontosan azzal, hogy kétszer elismételte, ez azt jelenti, hogy nem ott random talált ki valami hülyeséget, hanem neki volt a fejében egy olyan mondat, ez a hoztam is ajándékot meg nem is, valamit akart mondani, amivel nem üti meg a bokáját, de mégis eljut az üzenet, csak éppen mi ezt nem tudjuk dekódolni. Jaj, de egyszer már, hogyha üzenni akarsz valakinek, akkor fölhívott telefonon, vagy küldesz neki egy üzenetet, bármilyen formában, bárkivel elküldheted. Miért akkor kell belekiabálni az egész országban? Nem küldheted el semmi, zavarodottság. Zavarodottság és félelem attól, hogy úgy fog járni, mint a fedőneve Donnie Brasco című filmben a Lefty Ruggiero, akit az Al Pacino játszott a film végén. Tudod, behozta a családba ezt a Pistone ügynököt, akiről azt hitte, hogy ő a Donnie Brasco, hogy ő Donnie,
a jó barát, Doni a megbízható társ, és aztán kiderült, hogy Doni egy FBI ügynök, Doni leadta a drótot az FBI-nak, gyakorlatilag az FBI felszámolta a bűnszervezetet, és a legvégén a Lefty-nek kellett fizetnie a Doninak az árulásáért. Miért? Mert a Lefty hozta be a családba. Most ugyanez a helyzet. Gulyás Gergely hozta be a családba Magyar Pétert, Gulyás Gergelynek kell fizetnie a Magyar Péter árulásáért. De és azért... a Gulyás Gergely tudja ezt. És amikor ott ül a kormányinfón, nem tudhatja, hogy ez az utolsó kormányinfója-e. De azért már megfizetett, mert volt egy gerincműtéte, tehát azon már túl vagyunk. Ő már az adósságát megfizette. Te azt gondolod, hogy? Te azt gondolod, hogy kiesett egy ablakon? Már is kiesett egy ablakon? Hadd mondjak valamit, ami... Hadd vegyek észre van, valamit, az jelenti, hogy elemezhessetek tovább. Csak hagyd fejezem, hogy mindenkit lecseréltek azóta, őt nem, tehát ez marad. De azért, mert egy választási kampányban, illetve egy választás előtt nem fogják félreállítani, amikor úgyis káderhiányuk van, és most vesztettek el 3 értékes kádert, nem fogják félreállítani, hanem kivárják ezt a, tudod, minden rendben van, nix ugri-bugri, kivárják, hogy jöjjön a választás, és hogy túl vannak a választáson, majd nyáron szépen, csöndesen, diszkréten elengedik Gulyás Gergely kezét, és majd elküldik valami baráti országba nagykövetnek, vagy ilyesmi. Ez sosem így csinálja, Aner. Csak hogy is lehet, nem így csinálja. Nem kell elküldeni sehova nagykövetnek. Kezét. Elengedik, hát... Egy már külső, az ablakban állva engedik el a kezét. Hadd tekerjen vissza az eseményeket oda, hogy megnézzük, hogy mit mondott, tovább. Mert a Robi látom eldöntött, hogy mi van. Én ugye sose vagyok azon az állásponton, hogy tudom, hanem hogy miket lehet vajon, mikből lehet választani. De még csak itt se tartanék jelen pillanatban, nem szeretném a figyelmeteket felhívni arra, hogy nem kétszer ugyanazt mondta el, hanem azt mondja, hogy ami most történik, ahhoz nekem nincs közöm, ha mégis, akkor, és itt nincsen az, hogy ez történt, vagy most történik, vagy fog történni, de amikor másodszorra mondja, akkor azt mondja, hogy ami ebben az esetben történt, és ott már a múlt időben van, tehát ami idáig történt, mert egyébként ez annyira egy ilyen, annyira egy sehol nem játszódó, még majdnem alannyal és állítmánnyal sem rendelkező állítás, hogy bármit bele lehet látni, és én először azon morfondíroztam, hogy vajon arról beszél, hogy a Magyar Péter előkerüléséhez nincs köze, az itt létéhez, vagy a jövőjéhez, vagy ahhoz nincs köze, ahogyan elbánnak, vagy fognak elbánni vele, vagy pedig csak tagadni szeretnék, hogy köze van hozzá, de hogyha nem sikerül eléggé tagadni, jó, akkor hálásak leszünk neki, vagy pedig szeretné, hogy kivonni magát abból, ahogy a Magyar Péter el lesz intézve, és amikor el lesz intézve, akkor a Fidesz szavazók nagyon hálásak lesznek neki, és én csak később vettem észre, hogy míg az első mondatban kerüli a létigét, vagy az igeidőt egyáltalán, a másodikban benne van. Csak jó, ennyit szerettem volna mondani. Én azt nem értem, szóval Gulyás azért egy elég jól játsza a szerepét, eléggé el tudja mondani, amit rábíznak. Nem egy hülye gyerek, tehát nem dadog úgy, mint most én, hogy össze-vissza nem hebek habok. És bármikor úgy, hogy erről várjál, a miniszter azt mondja, kéne megkérdezni. Várjál, és igen, és ezt mondom, hogy megkérdezik tőle, hogy beszélte Orbánnal erről az ügyről, és változott-e Orbánnak a bizalma az ő irányába, és erre azt mondja, hogy nem láttam jelét ennek, és ez korrekt, mert nem mondja azt, hogy nem változott, csak ő nem tudta leolvasni, egyelőre nem adták át neki a sejem zsinort, nem láttam jelét, és mondhatna, ezzel lezárhatná, nem kell neki utána belemenni ebbe a talányos baromságba, hogy hebegve, habogva nem szeretnék elemzői pozíciót. Azért megy bele, mert instant bizonytalanságot érez, szorongást érez, és valamivel ki akarja ebből a szorult helyzetből, a sarokba szorított állapotból vágni magát. Igen, és de ez a mondat volna az? És erre tellett. Tudod, ilyet biztos, hogy nem mondhat egyetlen felelős ember sem, hogy A, de ha nem A, akkor viszont B. Ilyet nem mondhat. Akkor azt kell mondani, hogy nem tudom A-e vagy B. De azt mondja, hogy az én állításom az, hogy A, semmi közöm ehhez a mocskos ügyhöz, de ha mégis van, akkor én egy nagy segítő vagyok. Jó, csak mondom, tehát ő megtehette volna azt, hogy annyit mondja, hogy nem láttam jelét ennek, egyébként meg erről kérdezzék a miniszterelnök urat, mit tudom én, én végzem a munkámat, amivel megbíztak, hogy valami, érted? De elkezdett össze-vissza beszélni, és ez nem jellemző Gulyásra, tehát igazából nekem még mindig olyan érzésem van, mintha valakinek itt valamit át akart volna adni. Figyelj, amikor ez az ügy kipattant... De így üzensz valakinek, hogy belekiabálod az ország nyilvánosságába.
magába? Hogy mondjam el, nem tudom. Amikor magyar, lehet, hogy Magyar Péternek üzen, nem tudom. De amikor, miért nem hívja föl? Nem tudom. Lehet, hogy Simicskának. Mit tudom én? Lehet, hogy, figyelj, azért, mert Pegasus van a telefonján, igen, azért nem hívja van. Fel. Amikor Magyar Péter kiállt először... A Pegasusban nincsen chat, vagy nem tudsz belőle eleve. Tehát kinyitom a Pegasus nevű ikonnal, rend egy ilyen ló ikonja van, szárnyakkal, tudod, a telefonon, megnyomod, és akkor ott onnan azon belülről tudsz hívást indítani. Az hogy az viszont, az azért, hogy ne kell annyit dolgozni a sok... Egyenesen az ő szerverükön, és akkor nem... És a végén nem, a végén neked föl kell töntened egy FTP-re önként, és akkor működik. Tehát, amikor Magyar Péter először elkezdett arról beszélni, hogy neki a Gulyás jó barátja, és ők beszéltek erről, meg beszéltek arról, nyilvánvalóan ő ebben a pillanatban nagyon leizzadt, és ő azóta azon tanakodik otthon magában, hogy mit kell majd mondania, tehát nem lehet ebben az ügyben ő meglepve. Ezt a kérdést nem most hallotta, az elmúlt két hétben nem tudott aludni, és 250-szer tette fel magának ezt a kérdést, hogy erre hogyan válaszoljon. Nem igaz, hogy ő most szembesül ezzel itt. De az teljesen ki van zárva, hogy ő megtervezte, hogy azt fogja mondani, hogy nekem ehhez semmi közöm, de ha mégis van, mi az, hogy ha mégis van? Ő neki tudnia kell, hogy nem van-e mondja, hozzá Nem mondja, hogy köze. Mégis van, azt mondja, ha mégis. Ez nagyon fontos, az hogy jelentheti. Elnyeli az igéket. Amikor lehallgatásokat hallgatsz vissza, ott vannak ilyen mondatok, hogy el kéne akkor a, tudod, ahol szoktuk, majd tudod, akivel, semmi más nem és tud akkor jelenteni. Majd tudod. Semmi más nem tud jelenteni, a mégis. Semmi nem közöm ehhez a... beszélek, semmi arról, közöm, hogy nincs, van, hogy de, van. De másodjára oda tette, hogy van először. Nem. Semmi közöm ehhez az ügyhöz, nem. De ha mégis, akkor ez nem tud másra vonatkozni, mint arra, hogy mégis közöm van ehhez az ügyhöz. Igen. Tehát azt állítja, hogy nincs köze ehhez az ügyhöz. Senki más nem jogosultabb erre, hogy megítélje, hogy köze van ehhez az ügyhöz, mint ő. Mi az, hogy mégis van? Megint javítani. Tudnia kell. Megint nem, állj meg, nem lehet tovább menni. Megint javítanom kell a bejövő információkat, mert nem arról beszélünk, ami történt. Másodszorra azt mondta, hogy az ebben az esetben történt, ott a múlt idő, de a mégis után soha nem volt, igen. De itt van, de mégis van, oda van írva, ide van leírva, ott van. Mondom még egyszer, ami ebben az esetben történt, ahhoz nekem nincs közöm, de ha mégis van, akkor nagyon hálásak lesznek. De ha nem mondja, hogy van, akkor is csak így értheti, a mégis nem vonatkozhat semmi másra. Tehát... Akkor elemezzük, akkor kifelé elemezzük. De arra hogy vonatkozhat, hogy mégis tehát volt, mondja, mégis lesz, mégis van. Azt mondja, hogy közöm van hozzá, de ezt nem vállalhatom. Azt kell, hogy mondja, hogy nincs közöm, miközben tudom, hogy közöm van, és ezt mások is tudják, hiszen éppen rám akarják húzni, hogy közöm van hozzá, de mégis muszáj azt mondani, hogy semmi közöm. De ez a legrosszabb, amit mondhat, ha azt mondja, hogy közöm van hozzá, és vállalom a felelősséget azért, hogy behoztam ezt az embert, aki akkor még egy teljes értékű fideszes, teljes értékű neres, teljes értékű Orbán hívő volt, aztán az évek folyamán ezzé a valakivé vált, nekem ez az emberhez már semmi közöm, eltávolodtam tőle, hogy ő eltávolodott az én politikai közösségemtől, így szokták hívni. Ez a mondás, ez teljes értékű. Vagy az a mondás, hogy semmi közöm nincs ehhez az ügyhöz, és majd meglátják, hogy végül aztán hálásak lehetnek nekem azért, hogy semmi közöm ehhez az ügyhöz. És ez aztán, is egy mondás. És aztán azt mondja, mindkettőt mondja. Jó. Akkor lehet, hogy itt ő most valakinek, valakit nem zsarolt, hanem megfenyegetett, hogy nincs hozzá közöm, de ha van, akkor viszont valakit le fogok rántani magammal, és akkor majd, igen, akkor majd hálásak lesznek nekem mások, valakik. Egyelőre semmiért nem lehetnek hálásak, de ha engem elmozdítanak, ha valaki innen, engem megpróbál, nem fogok külföldre menni bohóckodni, hanem akkor valaki, beállok valakinek oda. Az még egy érv azért arra, hogy akkor viszont a választások előtt nem mozdítsunk el téged, amennyiben igen. Éppen erről van szó. De melyik választások előtt? Már hát csak ez a kérdés. Igen. Ja, 26-os választás előtt megéri-e, mert akkor tehát ti tudjátok úgy értelmezni ezt, hogy ez egy tudatos üzenet mindenkinek a NER-ben és mindenkinek a NER-en kívül, hogy itt két lehetőség van. Vagy neki ehhez az egészhez semmi köze, és továbbra is kancellária. És szálljanak le róla, és továbbra is kancellária miniszter marad. Vagy firtatjuk, hogy neki van-e köze. És kiderül, nem, hogy és van, nem kiderül, hogy van köze, de ebben az esetben az ellenzé, a rendszer ellenzékiek, akik Magyar Péter követők, akik az Orbánon és Gyurcsányon kívülálló harmadik pólus és harmadik nagy tömegpárt megképzésében utaznak jelenleg, majd nagyon hálásak lehetnek nekem, mert további bizonyítékokkal tudok szolgálni, hangfelvételeim vannak és minden egyéb. Igen. Így és akkor te ezt így érted. Hát most figyelj, ezt valahogy értelmeznünk kell. Én nem gondolom, hogy a Gulyás egy hülye gyerek, és azt sem gondolom, hogy olyan gyerek, aki zavarban van attól, hogy feltesznek neki egy kérdést, mert nagyon nagy, tehát neki az a munkája, hogy ezekre a kérdésekre kemény kérdésekre válaszol. De nem volt még ilyen helyzetben.
Igen, de ezt ő már hetekkel ezelőtt átgondolta. A csávó két hónapja nem volt a nyilvánosság előtt. Megjelent a nyilvánosság előtt egy olyan videóban, na az a videó. Ahol azt mondta, ahol az magyarázta, hogy kipukkadt a lufi, és nagyjából úgy néz ki, mint egy ilyen túsz videó, mintha egy fegyvert tartanának a fejéhez, és ilyen nagy kartonpapírokon tartanák a szöveget, oda van írva, hogy mit olvasson föl. Tehát tényleg olyan, ott azon a képen, nem olyan, mint egy kancellária miniszter, hanem olyan, mint egy túsz. Igen. És hogy tudod, a magyar állam igazgatás feje, hát leginkább a magyar állam igazgatás első néhány alakjának egyike, mondhatjuk így. Reklámarca, vagy nem tudom, igen, a beszélő feje. Igen, több is annál. Benéztem, bocsánat, a szöveget tényleg másodszorra már ott mondja, hogy van, úgyhogy elütném azzal a megállapítással, hogy ez a képesség, amit itt produkál ezekre a Schrödingeri kormányinfókra, ez arra jó, hogy az Ian Livingstone-nal megírja a Gyík Király Szigete 2-t a Kalandjáték Kockázat című könyvsorozatban, nem? Hogy ott kell ilyen mondatokat alkotni, hogyha megölöd az orkot, lapozza 24-re, ha nincs közül, ha a Magyar sem. Péter botrányoz, akkor a 122-re. Ha mégsem. Igen, csak tudod, nem Ian Livingstone a Gyík Király Szigete című előadására fizettünk be, hanem az illiberális Magyarországba. Ráadásul mennyit? Ráadásul vármegyéket és szektorokat. Én most visszaosztottam azt, hogy minden magyar állampolgárra jut 600 forintnyi költség a Rákai Filip filmjével kapcsolatban. Úgyhogy nem néztem meg. Tehát ha elmegyek, akkor én mondjuk 2200-ért vegyek jegyet, amennyiért árulják, vagy csak 1600-at, vagy érted, kell befizetnem, vagy végül 2800-ba került a 2200. Ezt úgy kellett volna, hogyha megnézed, akkor visszakapsz ebből a 600-ból. Szerintem az lett volna fel, hogy te már kifizetted, és ha megnézed, akkor mondjuk 300-at visszakapsz. Tehát ez a Gulyás Gergely, ez eltűnt a nyilvánosság elől két hónapra. Valami rejtélyes műtétje volt, de hát gerinc. Isten tudja, hogy mi történt. Ezért valójában nem kamuzol egy gerinc műtétet, nem? Valójában fogalmunk nincs, hogy mi történt. Nem akarok ízléstelen lenni, van kedvelem is. De nem gerinc műtétet, hanem gerincet kamuznak gerinc be sokan. Beültetés. De én a Gulyásról ennyire nem vagyok szélsőséges véleménnyel, de ettől függetlenül azért itt a helye a megfigyelésnek, hogy az is egy beavatkozás, hogy lesz gerinced, és előtte nem volt. Na de hát lett. De sikerült? A műtét sikerült, Gulyás Gergelynek lett gerince, de ha mégsem, abban az esetben nagyon hálásak lehetnek majd nekik, neki valakik. Valakik. Na, vagy nem. Na most ezután... Az a Kovács Zoltán volt, nem? Szintén ilyen kormánykommunikátor funkció. Igen, hát de sikerült? Igen, de erre még őt megelezően volt, ahogy is hívják azt a szőket sajt, mert nem emlékszem a nevére, amikor valami kínos kérdést tettek fel neki, és azt mondta, hogy csak. Ez volt a válasza. Ami a legjobb válasz a világon. Pedig boldog karácsonyt is kívánhatott volna. Csak, az egy tényleg egy valid választ, ezt lehet válaszolni. Csak nem jelent semmit. Na mindegy, a Gulyás később kiegészítette, mert ugye azért nem csak a mi fejünkben volt egy nagy világító kérdőjel, hogy mit akart mondani, és akkor azt mondta, hogy Magyar Péter közéleti szerepvállalásához semmi közöm nincs, ezt csak annyiban sajnálom, hogy ha lett volna, akkor belátható időn belül a jobb oldalon mindenki nagyon hálás lenne nekem. Tehát kicsit azért közelített azzal, hát hogy mit kell értenünk. Tehát ebből is látszik, hogy nem volt megtervezve a dolog, hogy utólag el kell magyaráznia, és rendesen szépen elmagyarázza, hogy hát hogyan tudna ő ebből a hülyeségből, amit zagyvált, meg amivel dekonstruálta a saját szavahihetőségét, abból hogyan tud kijönni. Mennyivel jelent konkrétabb dolgot ez a mondat? Jelent. Hát mit? Jelent. Határozottan jelent. De nem csak egy dolgot nekem, meg ez a problémám. Tehát, hogyha ezt annyiban sajnálom, hogyha lett volna közöm a Magyar Péter közéleti szerepvállalásához, akkor belátható időn belül a jobb oldalon, az melyik, mert a Magyar Péter is jobb oldali, mindenki baloldali. Nagyon hálás lenne. Nem, a Magyar Péter baloldali. De értem, hogy ők ezt mondják, de ez meg annyira gyomorforgató. Ezek szerint ők a jobb oldali, tehát akkor a Mi Hazánk sem jobb oldali, és a 10 évvel ezelőtti Jobbik sem jobb oldali. Mást mond a Gulyás. Magyar Péter közéleti szerepvállalásához semmi közöm nincs. Ezt csak annyiban sajnálom, hogy ha lett volna, tehát nem arról van szó, hogyha mégis van közöm, lehetséges, hogy esetleg mégis van közöm, hanem azt mondja, hogy ezt csak annyiban sajnálom, hogy ha lett volna,
akkor belátható időn belül a jobb oldalon, nyilvánvalóan a saját politikai közösségét okay. érti ez alatt, mindenki nagyon hálás lenne nekem, mert ez alkalmatlan, mert ez nem alternatíva, vagy, mert ez nem tudja fenyegetni a rendszert. Ez miért kéne, vagy, neki hálásak lenni? Hát azért, mert az ő révén ismerte meg eleve Orbán Viktor a Magyar Pétert, ő hozta be a családba, ő csatornázta be, az ő barátja volt, ő vállalt érte felelősséget. De ez nem, tényszerűen így van, de most a Magyar Péter közéleti szerepléséhez nincs köze, arról van szó. Ahhoz nincs de ha köze. Ahhoz lett volna, de akkor miért lenne hálás a jobb oldal, és ki a jobb azért, oldal azért szerintem? A jobb oldal a Fidesz, azt értem, hogy ő és azért lenne hálás, mert Magyar Péter nem fogja megizzasztani Orbán Viktort 2026-ban. És ez a belátható szerintem. Időn belül, igen, mondjuk a június 9 vagy a 2026. Két éven, igen. Az belátható idő? Igen. Hát nem mindenkinek az. Hát a ciklus közepéről belátjuk a ciklusból hátralévő 2 évet. Szerintem itt azt mondja, hogy mindenki nagyon hálás lenne nekem, ezzel arra utal, hogyha közel lett volna hozzá, hogy lenne róla valamilyen, amit elő amivel lehet meg rántani, tudja buktatni, és meg ténylegesen. Lehet cseszni, de nincs neki. De a Varga Juditnak és ha neki volt nincs, akkor pedig... ezt azért mondja, mert senkinek nincs, mert nincsen, mert Rogánéknak sincs. Mert nem tudják, mivel megszivatni. De például, ha lenne közel, eléggé lett volna közel, de sajnos nincsen a Gulyás Gergelynek ehhez, akkor holnap elkezdhetné ne dolgozni azon, hogy legyen köze. Például fölvenne egy beszélgetést a konyhában, bár abba belebukna szerintem, mert én azt látom, hogy a Fidesz támogatók és Fidesz kommunikátorok és Fidesz politikusok ezt teljesen elfogadhatatlannak tartják, hogy valaki fölvesz egy beszélgetést. De nem, mert ha Dobrev Klára venné fel, hogy Gyurcsány Ferenc beszél hozzá, azt nagyon is örömmel fogadná a jobb oldali média de nyilvánosság, ezt, nem mondanák azt, hogy hát ezt a Blokkád című film szerint már fölvette egyszer. Dávid. Vagy nem a Blokkád, hanem a másik, mindegy, tudod, mire gond, az Elkurtukban. Nem én loptam el a pénztárcádat. De semmi közöm hozzá, de ha mégis, megvan. Ha mégis én voltam, akkor nagyon hálás leszel nekem, mert novicsok van benne. De volt benne, vagy van? Volt benne, de ha mégsem, akkor lesz, vagy mégsem. Lett volna. Magyar Péter tovább viszi a sárbirkózás felé a magyar közéletet. Azt mondja, Kocsis Máté nem tölt sok időt munkával, délutánonként pesgőzik és borozik. Én arra emlékszem, hogy amikor a jogi egyetemre jártunk, és Gulyás Gergelyen relatíve könnyen vettük a jogi egyetemet, akkor Kocsis Mátét leginkább a kocsmákban lehetett látni, valamint a MIÉP-nél, aminek az ifjúsági tagozatát vezette. És hát nagy nehezen tudta csak letenni a vizsgáit, nem is tudom, hogy van-e egyébként szakvizsgája, valószínűleg arra már nem mert elmenni. Erre Kocsis is válaszolt. Csúnya alaptalan dolgokat állít rólam pszichopeti, de jobban jártam, mint a felesége, mert engem csak szóban bántalmaz, csak előne kerüljön a nadrág szíj. Szóban bántalmaz, csak előre kerüljön a nadrág szíj. De hát a helyzet az, hogy nem került elő a nadrágból a nadrág szíj, a nadrággal együtt repült. Hát jó, ki az, aki így fenyít? De tudod, hogy engem csak szóban, ellentétben a feleségével, akihez hozzávágta a nadrágját a szíjjal együtt. De ezzel Kocsis Máté rögtön fel is vette az asszony szerepét ebben a sárbírkozásban. Tehát ő azt mondta, hogy én csak egy anyuka vagyok. Aki tudod, még jól bánts. Járt, aki még jól járt, igen, mert a szeretője, akivel most az egy csúnya szakítás lezajlik, nem verte meg fizikailag, úgy, ahogy a feleségét, amikor a nadrágját hozzávágta. És ott tényként kezdik el így kezelni a fizikai fenyítést, holott hát a tény az, hogy Varga Judit verte pofán a Magyar Pétert. Miközben Magyar Péterre vonatkozóan nincs olyan vád, hogy fizikailag bántalmazta volna a feleségét. Jó, és ez sem egy vád, hanem a Varga Judit mesélte. A Varga Judit elismerte, miközben nincs olyan vád a Varga Judit részéről, hogy a Magyar Péter ütötte volna okay, őt. És mégis, nagyon mégis, kellemetlen eközben, ez a felállás. Igen, Amber Heard. És eközben semmi közünk ehhez az egészhez, miközben ahhoz meg lenne közünk, aminek a kapcsán ez egyáltalán feljött, és az pedig az a hangfelvétel, amin az igazságügyi miniszter arról beszél, hogy belepiszkálnak a nyomozati anyagok az ügyészségen. Tehát igazából az a dolog, ami minket érint, az, hogy ki nadrág szíjjal mit, meg hogy, az meg nem érint de minket. Nincs nadrág szíj, nadrág van, nem szíj. De látod, de ezért jól működik a Rogán, mert még mindig a nadrág szíjról beszélünk, és nem arról, hogy Pol Péter belepiszkál a nyomozati anyagokba, hogy a haverjai nevét kihúzza a Rogán kérésére. Akkor arról beszélsz, hogy, még az is jobb ügy, hogy Varga Judit ütötte a Magyar Pétert. Nekik még ez is jobb. Még az is jobb, hogy Varga Juditból legyártanak egy Amber Heardöt, hogy szétégetik Varga Juditot, mint egy hazudozó,
kamumitú áldozatot, mint hogy a Polt Péterről, mint hogy a Sárl Györgyről, mint hogy a Völner párról, mint hogy a Rogán Antalról lenne szó. Na, most egyébként... Ezeket a neveket viszont egyáltalán nem hallani Magyar Péter megjelenése óta a kormány oldalról. Tehát erre semmilyen reakció, mindenre válaszol, mindent mondjunk, és az sem, hogy nem. Az sincs, hogy nem, ez nem igaz. Nem tagadják az ő állítását, hanem elérvénytelenítik bulvárba folytják. Rántják a sárba. Na, de ő meg mennyire egyszerű azt mondani, hogy ez nem igaz, amennyiben nem igaz. Nem. De ha azt mondod, hogy nem igaz, elfogadod a vádlott szerepét. Igen, és aztán jönnek a bizonyítékok, és hazugságban maradsz. És akkor mi van? De most figyelj, ez, amit Magyar Péter állít, vagy ami azon a hangfelvételen Varga Judit szájból elhangzik, ez nem igaz, de ha mégis, akkor majd nagyon hálásak leszünk neki. Szóval, én azt nem értem, hogy Magyar Péter most miért viszi el ebbe az irányba a kommunikációt, hogy arról beszél, hogy Kocsis Máté nem dolgozik, hogy neki nehézséget okozott az egyetem elvégzése, hogy a mi évnek én a kifűsági tagozat. Én nem tudom. Leereszkedik arra a szintre, ahol őt összemocskolják, és visszamocskol, és pedig neki fölemelkednie kéne, neki lebegnie kéne, neki államférfivá kéne magasodnia, neki nem belemennie ebbe a sárdobálásba. Ha ebbe a reality-be beszáll, hogyha ennek az epizódjait gyártja, és hogyha ebbe a közelharcba belemegy a NER-nek a fontos szereplőivel, meg a propagandistáival, és elkezd velük kergetőzni, meg sárral dobálózni, ebben a térben szét fogják ütni néhány hónap alatt Magyar Péter. Azért, mert ki lehet fárasztani, mert ő továbbra is egyedül lesz, körülötte meg vannak Kocsis Máték, Gulyások, nem tudom, Kubatovok, meg 30 ilyen név van, akiről mind lehet egy ilyen birkózó menetet elképzelni, és ez mind fárasztani fogja őt. Tehát ennek az embernek ebből a magasságból most maximálisan ki kéne emelkedni, és ki kéne hátrálnia, mert a sár az le fogja húzni. Azt nem veszi észre a Magyar Péter, hogyha az összes ilyen menetet megnyeri. Megnyeri Kocsis Mátéval szemben, megnyeri Varga Judittal szemben, megnyeri Rogán Antala, mindegyiket külön-külön megnyeri, akkor is elhasználódik ebben. Elhasználódik. Tehát hiába nyeri meg a meneteket, végül nem egy államférfi fogja kihívni Orbán Viktort 26-ban, hanem egy botrányhős. És ezt kéne elkerülni. Ráadásul az ilyet nem lehet megnyerni, tehát a személyeskedést nem lehet megnyerni. Megnyerni egy pert lehet, egy büntető ügyet lehet megnyerni. Meg lehet nyerni egy olyan ügyet, amiben vannak bizonyítékok valamilyen bűncselekményről, mondjuk. Nem, mondjuk, hogy Rogánék kihúzatnak neveket a nyomozati anyagokból. Ezt esetleg meg lehet nyerni, ha ez bizonyítható. De azt, hogy Kocsis Máté nem szeret dolgozni és délutánonként pezsgőzik, ezt nem lehet megnyerni, mert ez nem egy ügy. Ez csak személyeskedés. Molnár Áron a 2018 óta működő Noár mozgalom alapítója és a Starbucks legutóbbi győztese. Egy rövid videóban közölte Facebookon, hogy a civil szervezet működését felfüggesztik. Molnár elsősorban a mozgalom tagjainak mentális és fizikai egészségének megőrzésével indokolta a döntést. Emellett olyan pozíciók hiányoztak a mozgalom csapatából, melyek nélkül nem tartható fenn a működés. Egy elképesztően sikeres közösségépítésben, adománygyűjtésben és szervezetfejlődésben kimagaslóan jól működő mozgalom lettünk. De muszáj volt mérlegelni, átgondolni és levonni a tanulságokat a kudarcokból és a sikerekből. A végső konklúzió az időszakos megállás lett, magyarázta. Molnár Áron a köszönetnyilvánítás után közölte, hogy a rendszeres adományokat, melyeket a Noár kapott a támogatóktól, leállították, ugyanakkor a banki átutalással segítőket arra kérte, manuálisan állítsák le az átutalásokat. Emellett azt is kérte a mozgalmat eddig anyagilag patronálóktól, hogy adományaikat csoportosítsák át más szervezetek megsegítésére. Korrekt egyébként, én nem szeretnék elemzői pozícióba kerülni, de ha mégis, akkor azt kell mondjam, hogy a csúcson kell abba hagyni. Egyúttal én, mivel azt gondolom, hogy egyre kevesebben vannak, vagy hát ő is arról beszél, bár szervezetfejlesztési sikerekről számol be, de éppen bezárnak, arról beszél, hogy bizonyos pozíciókra nincsenek emberek. Azt gondolom, hogy egyre inkább a Noár mozgalom az Noár, a Molnár Áronnál változik, de amit már évek óta tagad. Az ő mentális és fizikai egészségéről van szó, ezért miatta én aggódom, drukkolok. Nyugi, minden oké lesz, mert szokott oké lenni. Hát, hogyha a mozgalom tagjainak mentális és fizikai egészsége megrendült, ebben az esetben jobbulást kívánunk Molnár Áronnak. Ja. Én annyit mondanék ehhez, vagy tennék hozzá, hogy azt mondja, hogy a
tataratta elképesztően sikeres közösségépítés, blablabla. De még ilyenkor is hencegni kell, amikor éppen felszámolja a mozgalmát. Volt, tehát valamit összehoztak, ami tényleg menő volt. A végső konklúzió az időszakos megállás lett, magyarázta. Most ez azt tenném hozzá, hogy egy mozgalmat megszervezni nehéz, felállítani, létrehozni nehéz, működtetni nehéz, de ha leállítod, az egészet újraindítani, az nehéz. Sokkal nehezebb, az százszor nehezebb. Tehát, hogy hát, ha egyszer az szétesett, akkor az nem fog jön be összeni. Annyi támogatás, hogy valaki érdemi munkát végezzen, vagy valaki azt mondja, hogy jelen pillanatban azt csináljuk, hogy támogatunk más szervezeteket, hanem arra kér, hogy mi támogassunk más szervezeteket, hát, és leállítja a Patreonját, mondjuk, persze. Vagy a Donebliét, és aki meg beállított egy rendszeres utalást, azt nem tudja. Mi volt a menő, Dávid? A menőt nem úgy értem, hogy nekem tetszik, vagy nem tetszik, bonzott, hanem hogy valóban összehoztak optimizmus. Valamit, ami működött, ami látható volt, aminek országos jelenléte volt. Tehát nem egy olyan, hogy én is csináltam egyesületet, senki nem tud róla azon a 20 emberen kívül, aki járt bele, érted? Ez meg nem olyan volt, én a menőt erre értem. Aha. Most megpróbáltál összenoározni? Hát megpróbáltad összenoározni magad. De ha mégsem, jaj, persze. Itt a helyzet az, hogy a Molnár Áronnal kapcsolatban csak az volt a probléma, hogy soha senki nem ismert benne magára. Valójában kit képviselt ez a mozgalom? A padődő megmaradt tagjain kívül. Vagy nem tudom. Tehát kit képviselt ez a mozgalom? Az SDS roncsán kívül, annak a maradványain kívül, amelyik a kulturális kreditjeit egyszer is mindenkorra elveszítette. SDS árvák, úgy hívva, igen, ez jó kifejezés. Tehát, hogy kiket képvisel, hogy nem volt valójában... hajlandó ezt megérteni a Molnár Áron, amikor itt volt a műsorban, hogy ez tényleg így értjük, és tényleg így van. Érted, hogy nem kell ez neki semmit csinálnia az SDS-szel, de hogy ténylegesen ez az SDS árváknak egy kis reménység, ez rohadtul megáll. Nem, arra volt jó a Molnár Áron, hogy az ilyen szétszigizett hangú újlipótvárosi nagyik, azok így örökbe fogadják, és azt mondják, hogy légy a kis unokám. Erre volt jó, nagyjából erre volt jó, ezt tudta, ez volt, és hogy mindig minden helyzetben színész volt. Ő színészként játszotta el ennek a mozgalmárnak a szerepét, aki a noár, mint mozgalom. Hogy ő Molnár Áron, aki eljátszotta a állarcos énekesben a zebrát, aki eljátszotta a ökölvívót a Starbucksban, eljátszotta a mozgalmárt ennek a noár nevű úgynevezett mozgalomnak az élén. Valójában mindig is hiányzott az a valaki, aki ő, hanem láttuk ezt a anyuka büszkeségét, ezt az okos, szikrázóan tehetséges, ragyogó, szép, fes fiatalembert, ahogyan eljátsza azt a mozgalmát, meg azt a mozgalmat, amit a nagy látni szeretne. Na most mindeközben a mi hazánk, aki meg szeretné magát Magyar Péterhez képest pozícionálni, illetve Magyar Pétert szeretné magához képest pozícionálni, elkezdte összeamerikázni Magyar Pétert, és ebben a műveletben a Torockai videójában van így hosszan kifejtve, egyébként tök izgalmasan is, és ilyen tényleg megnézhető, kellemes kis videó, de erősen Conteo jellegű. Szóval ott van, ott szerepel ő, mint egy ilyen fontos összekötő kapocs valahogy az amerikai COVID vakcina lobby, Pressman meg a többiek között, és valahogy egy csatornát képez Magyar Péterhez. De most az az érdekes, hogy Noár, vagy Molnár Áron, aki ugye nem Noár, pedig tudjuk, hogy Molnár Áron az Noár, szóval, hogy ő nem az, ő meg éppen visszavonul, miközben a Mi Hazánk azzal támadja be őt, hogy ő egy ilyen fontos szerepe ennek a projektnek, a Magyar Péter projektnek, ő meg éppen eltűnik a közéletből. Ez hogy lehet? Hogy egyébként tényleg, hogy miért? Tehát eltűnik miért nem a most ez a remek? Közéletből tűnik el, hanem szünetelteti a noár mozgalom a tevékenységét. Tehát eltűnik a közéletből. Vagy akkor most mi lesz? Vagy beáll, lehet, hogy beáll Magyar Péter nevé? Elemzői pozícióba kerülni, de ha mégis, akkor majd nagyon hálás leszel nekem, Dávid. Igen. Ja. Most nem elég tudod, akkor legalább van, igazából bármit mondhatok. Ha már ő egy mozgalom, és le akarja váltani, mint az SDS-nek, velünk tovább élő kis unokája, le akarja váltani ezt a rendszert arra, ami
94 és 98 között, meg arra, ami 2010 és, vagy 2000 és 2002 és 2010 között Magyarországnak a kulturális kormányzása, vagy Magyarországnak a kulturális intézményrendszere volt, nagyjából arra, ami az SZDSZ volt, az egy vállalás. Azt lehet mondani, hogy ő azért jött, hogy leváltsa ezt a rendszert erre. Akkor ő most erről lemondott? Ő most akkor azt mondja, hogy ő ezt most akkor mégsem akarja? Mégsem kell leváltani? Mégsem kell a visszahozni ezt az egykori SZDSZ-t? Nem, hát azt mondja, hogy a mozgalom tagjainak mentális és fizikai egészségének megőrzése véget, muszáj ezt a kifejezést használnom, kell, hogy most ezt felfüggesszék. Tehát egyszerűen nem akar belebetegedni, beleőrülni, belehalni, gondolom ez van mögötte. Vagy valaki azt mondta, hogy álljál le Áron, nem tudom, mert ez megint messzire vezetne, hogyha ezen elkezdenénk spekulálni, de hogy miért most, amikor éppen a magyar közélet így felbojdul, megmozdul, most, amikor a politikai állóvíz posványa hirtelen úgy tűnik, hogy mégis valami tiszta vízű forrás, ugye most bugyog föl, még Bolgár Gyuri bácsi is szerelmesen pillogott Magyar Péterre, de tényleg, amikor mindenki megmozdul, hogy most ez a változás pillanata, hogy ő éppen akkor teszi le a lantot, én ezt nem értem. És most tudod, most mi lesz ezzel a Magyarország Jobbik felével? Már úgy értem, hogy mi lesz ezzel az liberális értelmiségnek kedves, fiatal, nagyon okos, nagyon tehetséges, ragyogó sráccal, aki a következő nemzedéke lett volna az SZDSZ-nek, akit erre szemeltek ki. És aki megkapta ezt, mint egy szerepet, eljátszotta, mint egy szerepet, de annyit sem értett meg belőle, hogyha ő ezt a szerepet játsza, és ő akarja leváltani a nemzeti együttműködés rendszerét az egykori SZDSZ-re, akkor ne vállaljon a NER kurzus filmjében huszár szerepet, legalább ennyit, hanem akkor vállaljon szerepet, hogyha kap szerepet, de legalább ne egy kurzus filmben, amiben a rendszer a maga igazságait, a maga történelmi előképét demonstrálja. Legalább abban jó, ne. Hát, és ezzel is a NER mire tudta használni ezt a hülye gyereket? Arra, hogy bebizonyítsa, hogy ezeknek az elveik még ennyit sem érnek, hogy megvásároljuk őket, és eljátszhatjuk velük a huszárt is. Hát igen, meg azt is demonstrálta vele a NER, hogy hát itt nincsen, megkülönböztetés, hát tessék, ott van, mert látod, ő is szerepel benne. Hát nem igaz, hogy itt csak az szerepelhet, aki a mi kutyán kölyke. Igen, és tudod, megvásárolják maguknak kilóra azt, aki amúgy a leváltásukra tör, és azt, akiről jól tudják, hogy soha nem fogja leváltani őket, mert semmilyen módon nem újult meg benne az a kormányzásképtelen, az a magyar társadalommal hangot nem találó, az a mélységesen korrupt kulturális kör, vagy az a kulturális kurzus, amelyik 2010-et okozta. Hát, tudod, minek a demonstrációja a Molnár Áron? Hogy az SZDSZ semmit sem tanult és semmit sem felejtett. Hogy az a kulturális kurzus, amelyik az SZDSZ-t okozta, amelyikből az SZDSZ kilépett, és amelyik 2010-et előidézte, az most is mindent pontosan ugyanúgy csinálna. Semmit nem tanultak, semmilyen következtetést nem mondtak le, ők semmit nem hibáztak, igen, mindent jól csináltak, és hogyha ez miután kezeket MSZP és lábakat... még létezik, ezt azért MSZP-SZDSZ kurzusnak nevezni. Igen, de az MSZP a kultúrát egy az egybe áttolta az SZDSZ-nek. Figyelj, de ez nem az SZDSZ-t mutatja be, hanem az ország ilyen, mert te úgy látod esetleg, hogy a magyar jobboldal azt bármit tanult abból, amit a rendszerváltás elmúlt 3 évtizedében csinált. A magyar jobboldal. Ja, innovatív bizonyos szempontból, de ugyanaz hatalomhoz a való hozzájutásról biztos, igen, hogy tanultak. Igen, de tudod, ők nem buktak meg, ők a hatalmuk tejében vannak, amazok meg mindent elvesztettek, és úgy nem tanultak semmit. A jobboldali kurzusra legalább rá lehet mondani azt, hogy őnáluk van a zsákmány. Miből kéne tanulniuk?
Persze, erkölcsileg, meg kulturálisan volna mit, de a zsákmány náluk van, és igazából az számít. Csak hogy a SDS, meg az ahhoz tartozó kulturális kurzus, liberális kurzus mindent elvesztett. Elvesztette az erkölcsi integritását, elvesztette a szellemi fölényét, elvesztette a kulturális hegemóniáját, és elvesztette a zsákmányt, elvesztette az országot, elvesztette a vármegyéket, elvesztette a szektorokat, és így nem tanultak semmit. Azért az nagyon más. Azért a Torockai a következőket állítja, illetve ő állítja Magyar Péterről, hogy Duda Évával és Molnár Áronnal sem találkozott. Arról azonban Magyar Péter egy szót sem szólt, hogy hogy a legfontosabb szövetségese, társa, akivel az új mozgalmát, pártját építi, akivel mindent egyeztet, Nagy Ervin viszont tagadhatatlanul egy csapatot alkot Duda Évával, gondolom ez a táncos, most Molnár Áronnal. Mutatok azonban egy fényképet, hát ha így Magyar Péter is megérti, hogy kikkel építi az új pártját, és akkor van egy fénykép Nagy Ervinről, Karikó Katalinról és Duda Ernő, aki egyébként valóban vakcina üzletember is, ahogy hivatkozik rá a Torockai. És tudod, tehát nem tudom, hogy melyik az a nis, az a fogyasztói csoport a politikai térben, akinek a magyar, akinek a bárkivel fölmutatsz a Karikó Katalinról egy fotót, akkor ő elveszti a bizalmát azzal az emberrel szemben. Tehát, hogy a Covidot, nem hogy a vakcina működéseket, hanem a Covidot is tagadó szavazatokat is csoportosítani kell valahová, és erre, hogyha a Gödény György nem tudott felszínen maradni, akkor a Torockainak van gusztusa bejelentkezni, mert érzi, hogy rohadt nagy az átfedés egyébként szavazóival. Itt van szerintem egy fontos motivum, amit észre kell venni, hogy ugye elkezdtek lőni Magyar Péterre mindenhonnan, aki, tehát mindenki valahogy pozícionálja magát hozzá képest. Márki Zaj például azt mondta, hogy ő támogatja. Akkor is támogatom, mondta Márki Zaj, hogyha ő ezt nem akarja. Az is vicces amúgy. Igazi Márki Zaj mondás. De szerintem most jót megy a Márki Zaj, ez a szerep jól áll neki. A Fidesz ugye elkezdte baloldalizni, tehát szerintem a Fidesz megijedt, hogy a saját táborából elszivárgás van, és össze kell komcsizni, gyurcsányozni Magyar Pétert, ahogy csak lehet. Baloldalazni, hogy gyurcsányozni nehéz lenne. Orbánozni. A gyurcsány mellé állították a plakátokra, levették róla szegény Fekete Győr Andrást. Félek, hogy Fekete Győr András elvesztette a helyét a Soros Györgynek a fizetési listáján is így, mert most miért fizesse, hogyha már a plakátokon sincs ott? Kiszorult a Fekete Győr András, mert egy Magyar Péter kiszorította. Gondolom bele, hogy Fekete Győr András már legalább 2 éve lemondott a pártelnöki tisztről, de még mindig plakátokra rakták. Ennyire tanástalanok voltak. Azért, mert a gelencsér az azonosíthatatlan. Ja, na jó, de a Momentum meg már nem létezik gyakorlatilag. Na mindegy, és akkor azt akarom mondani ezzel az előzővel, hogy a Mi Hazánk meg elkezdte, a Torockai ebben a videóban elkezdte össze vakcinázni Magyar Pétert, hogy az amerikai vakcina lobbival, meg Karikó Katalinnal, meg nem tudom. Vakcinázni Magyar Pétert, ez a probléma vele. De a lényeg, hogy ez egyértelműen a Mi Hazánk szavazónak szól. Egyértelmű. Tehát ezzel a Mi Hazánk ezzel a Mi Hazánk nem bővíteni akarja a támogatottságát, hanem a létező támogatóit akarja megtartani. Érzik, hogy képviselve vannak. Tehát érzik, hogy a Torockait eddig is kedveltem, és ezután is fogom, mert érti, hogy mit akarok. Ebben a helyzetben hallani. Ez is arra mutat rá, hogy a Mi Hazánk is fél attól, hogy Magyar Péter elvehet tőle szavazókat, és ezért nem baloldalisággal támadják, mert tudják, hogy egyébként nem az, hanem vakcinával támadják, mert nekik ez kell, mert ott az a hívószó. A másik meg az összepresszmenezés, tehát akkor itt jött, az egy jogos felvetés, hogyha valaki bemegy egy amerikai követségre, akkor ott több ügynök dolgozik, mint amennyi konzul. Tehát ez bármilyen követségre igaz a világon szerintem, lehet, hogy sommás, de érthető, hogy a diplomáciai hálózat az egy picit a kémkedésre igent mondás, miközben kifelé azt mondjuk, hogy nem tesszük, de mindenki csinálja. Az, hogy a presszmenhez járkálnak emberek, az, hogy ebben észrevesznek valamilyen amerikai érdeket, hát ez egy amerikai érdek, azért hívja oda, hogy egy kicsit dörgölőzzön, egy picit meggyőzze őket, vagy csak annyit mondja, hogy egyébként támogatjuk. Jó, hogy bemegy a Molnár Áron oda, akkor és a Molnár Áron viszont ismeri a Nagy Ervint, a Nagy Ervin pedig már kétszer is vezette a Magyar Péter kocsiját, és egyszer elkezdte énekelni, hogy Kossuth Lajos. Akkor most már mindenkit meggyőztünk, legalábbis a
Mi Hazánk szavazó táborában nagyjából ez elég volt ahhoz, hogy pontot tegyünk. Mondom, ez a videó szerintem amúgy elég jól össze van rakva, de nem adja meg azt az igazi élményt, hogy így bum, összeáll a fejembe, hogy ez az a láncolat, ez itt van, meg van, most nyakon csíptük, hanem azt érzem, hogy ezen még dolgozni kell. Értem, én valami távoli ködös kapcsolódásokat látok, de nem, még nem... nem meg fogom nézni, mert amúgy is imádom nézni a Torockai mögött a könyves polcot úgy, hogy közben egy ilyen, tudod, ilyen, mint egy ilyen régi vágású ügyvéd, meg lexikonok eredetiben, igen, és közben és magyar zászló, és közben magyar zászló, és közben egy gamer széken ül. A reklám, vagyis a fogyasztói társadalom egyik alapvető mozgatórugója egyre nagyobb szerepet játszik életünkben. A televízió nézők reklámterhelése fokozatosan nőtt. Az elmúlt 25 évben a kétszeresére emelkedett, derült ki az NMHH kutatásából. 2023 első negyedévében az átlagos tévés reklámfogyasztás naponta 35 perc, azaz 143 reklám volt. Az NMHH szerint, amennyiben a klasszikus reklámokat egybeszámítjuk a televíziós vásárlásokkal és a műsorajánlókkal, úgy a hirdetői önpromóciós műsorfelület aránya elérheti akár a teljes műsoridő harmadát is. Mindeközben számtalan reklámmal találkozunk a köztereken, a tömegközlekedési eszközökön és az interneten is. Most például a jelek arra utalnak, hogy a Google minden formában igyekszik leszámolni a reklámblokkolókkal, és egyre inkább kikerülhetetlenné válnak a YouTube-os reklámok. Na, az milyen világ lesz? Do no evil. Emlékeztek? Nem. Hát ez volt a Google jelszava, amikor az ászlót és elkezdte az internet gyarmatosítását, hogy do no evil, aztán de aztán hozzátették, vagy ha mégis. De vagy ha mégis, abban az esetben nagyon hálásak lesztek nekem. Igen, az az igazság, hogy a YouTube-on, hát ugye elő lehetne fizetni arra, hogy ne láss reklámokat, de nem fizetek egy olyan, tehát nem fizetek azért a szolgáltatásért, ami mondjuk a te általad készített tartalmat mutatja be nekem. Tehát én értem, hogy őnek erre szerverei vannak, de mégsem ő állította elő. Mert vannak a streaming szolgáltatók, ugye, mit tudom én, HBO, Netflix, Disney, akármi, ott azért fizetek, mert ők tartalmat állítanak elő. Azt szívesen kifizetem, de a Google-nek nem fizeték azért, hogy ne toljon reklámot a pofámba a neki ingyen átadott tartalomért. Na most azt csinálja, hogy elképesztően rettenetesen idegesítő reklámokattól, most már nem is lehet őket 3 másodperc után átléptetni sokszor, hanem fél percig az arcomban van, de direkt idegesítő reklám. Ezen is gondolkoztam, hogy miért kellene ilyen szörnyűnek lenni? Hát azért, hogy fizessek elő. Mert hogy annyira rossz, hogy nem bírom hallgatni. De tudod? Nem ugyanaz gyártja le a reklámot, mint aki ez az előfizetésedet betolott, hanem van a reklám érdek mögötti cég, mondjuk az Alza, csak hasraütésszerűen mondtam őket, ugye? Ázápan. Igen, és igen. Gyűlöletes. Az, Anna, az tudom, sok embert idegesít, az a fájdalom központodat, a fájdalom receptoraidat ingerli. A Google meg a szégyen receptoraidat. Igen, igen, valaki más a politikai hirdetések idegesítenek a halálba, és akkor letiltja az egyiket, akkor egy másik átlátható társadalomérés, békességér és nem tudom, becsületességér alapítvány hirdetője megint megjelenik. De vannak azok a reklámok is, amik meg ilyen hanggenerátor, vagy minek hívek, ilyen hangszintetizátorral van fel, tudod, begépeled és felmondja, és ilyen nagyon rossz hangsúlyozással mondja, hogy ezt a lámpát a bűnözők is félnek látni, és akkor így beszél egy olyan zseblámpáról, ami 5 kilométerre világít el, miközben ilyen nincsen. Jaj, és jaj, mindez csak egy dollárért. Tudom, úgy, hogy egy erdőre így ráirányít, és így szűkíti, meg tágítja, az annyira telesomos. Nappal lesz az éjszakai és erdőben. És akkor tudod, hogy konkrétan most egy olyan terméket reklámoznak, ami kamu. Tehát, hogy azt már állítja magáról, hogy ez egy hazugság, már a reklám eleve ordít, hogy hazudik, és ezt nyomja az arcodba. Nem zavar. Igen, nem, és tudod, hogy az a helyzet, hogy rosszabb lett a helyzet, rosszabb lett a helyzet, mint a televíziós reklámokkal. Igen. Pedig azt hittük, igen, hogy ez lehetetlen. Igen. És hát, az internet nem ilyen volt. Ennek és most van rosszabb, egy fejlődési mint a tévé. Íve, és nagyon nem a végén járunk, de emlékszel arra, most akkor kezdjünk-e beszélni erről, mondjuk, ha már YouTube reklámok, mondjuk 2008-tól kezdve, vagy 2010-től kezdve, amikor a kutya nem hirdetett a YouTube-on, csak akinek nagyon kevés pénze volt. Tudod, a zenekaroknak, ha kijött egy klipje, akkor gyakorlatilag nem volt reklámja, hanem a klip volt a reklám. Hát a klip az eredetileg egy reklámfilm volt. A zene, igen, a zeneszám reklámfilmje.
Igen, 1981-ben, de hogy 2010-ben... Hát amikor a tévé átvette a rádiótól az, a vezetést, akkor kellett, hogy aha, ne fekete és, vagy... És amikor a YouTube-ra töltötték fel a klipet, akkor nem az volt, hogy van egy promó anyaga, és azt hirdetik, hanem magát a klipet hirdetik, hiszen az már úgyis kész, és ott van a YouTube-on. Arra volt mondjuk pénzünk. Aztán jöttek ilyen kisvállalkozások, hogy akkor a nem tudom milyen helyi érdek az meghirdeti, hogy automosás a Podmanicki utca sarkán most 7990-ért, és egyszer csak megjelentek azok a nagy cégek, akik egyébként a tévében hirdettek, de mondjuk egy jó 10 év késéssel, és elkezdtek egyre többet költeni az online-ban, mert ők ugye Havasherikbe voltak előtte, hogy én itt nem fogok én itt bóckodni, hát én a nagy televízióból érkeztem, és én ott hirdetek, nem tudom, 150 millió forintokat, meg 700 millió forintokat egy kampányban, pont lefosom magasról azt, hogy a YouTube-on elköltök-e még 600 ezer forintot hülye gyerekekre, vagy nem. És ez szépen megváltozott, amikor egyre inkább több embert érnek el a YouTube-on, mint amennyit a televízióban. Hát és egyébként meg mérhető, targetálható. És elkezdtek, most ezt nem kell úgy érteni, ahogy mondom, de minőségibb hirdetők érkezni, tehát olyan cégek, akiknek egyébként tele van a pénztárcája, nem pedig akiknek 15 ezer forintja van egy kampányra. Ennek megfelelően viszont a YouTube-ozási élményet, ha nem vagy előfizető, az elkezdett egyre jobban hasonlítani a tévénézéshez, mert de darabra is sok reklám van, mert jöttek a hirdetők, valószínűleg egyre többet is fizetnek egy-egy megjelenésért, és ugyanazok a cégek, tehát tök mindegy, hogy te nézed az RTL mostot, vagy az RTL-t a tévében, vagy nézed az ATV online-t, vagy az ATV-t a tévében, vagy pedig a YouTube-ot nézed, mert nagyon hasonló dolgok jönnek, mínusz az olyan hirdető források, akik ilyen gyanúsan hozzád nem közel álló politikai nézeteket próbálnak népszerűsíteni. Az internet az olyan, mint Amerika. Mint hogyha felfedeztünk volna egy másik kontinenst, amit elkezdtünk gyarmatosítani, és eleinte bizonyára úgy volt, hogy a telepeseknek, akik belovagolhatták a hatalmas kontinenst, hatalmas szabadságélményük volt Amerikában. Aztán szépen lassan egyre többen érkeztek az óvilágból az új világba, és föltöltötték azt a kontinenst, és kiderült, és hamarosan Amerika kapitalistább, elüzletiesültebb, reklámpenetráltabb, és minden szempontból GDP sűrűbb lett, mint Európa, és megszűnt az a szabadságélmény, amit eleinte Amerikában élvezni lehetett, és aztán már Európába kellett visszamenni a kultúráért, mert Amerika gyakorlatilag nyers tőkeerőből átvette a gyarmatosító szerepet Európától. És minthogyha ugyanezt történne az internettel. Eleinte hatalmas szabadságélmény volt, aztán a cégek szépen lassan elkezdték belakni, és gyarmatosítani, és ugyanúgy fölparcellázni és kiárulni, mint ahogyan a régi világot, és most meg már ott tartunk, hogy mehetünk vissza a televízióhoz, és ezek a streaming szolgáltatók tulajdonképpen vissza a televíziózáshoz, mert az internetet meglátjuk, és visszahőkölünk. Ráadásul ugye az internetet eleve annak idején tehát az volt a varázs szó, hogy ez egy decentralizált dolog, itt nem úgy van, hogy így van a tévé, az bekapcsolod, azon van egy csatorna, vagy kettő, vagy tíz, igazából mindegy, de hogy te csak azt tudod nézni passzívan, hanem te itt úgy keresed a számodra a megfelelő információt, ahogy akarod, úgy bolyongsz, tébolyultan, bárhova el tudsz jutni, bárkivel tudsz kapcsolatot teremteni. Mára ez is megváltozott, mert teljesen koncentrálódott tényleg három felületre, vagy nem is tudom, tehát van a Facebook, az Amazon, meg a YouTube, kb. Így ez az internet. És ami azon kívül van, az már lassan kezd gyanús lenni. Tehát, hogy vannak emberek, akik milliárdok egyébként, mondjuk Indiában azt mondják, hogy úgy árulnak telefont, hogy rajta van a Facebook, és akkor az az internet. Mert ott egyébként minden tartalom megvan, amire szükséged van. Nem csak erről van, hanem egy csomó ilyen dataplan van Ázsiában, hogy nem kell adatforgalmi díjat fizetned, vagy nem jön le a havi 5 megabájtodból, vagy 5 gigabájtodból, vagy érted? Nem mindenhol a világon megy ez, mint nálunk, hogy korlátlan mobilnet, és egyébként Európában 80 giga, és a világ összes országában 2 giga roamingot kapsz. Az amerikaiak, amikor roamingolnak Európába, akkor a napi 10 dollárokat fizetnek azért, hogy netezhessenek aznap, és a másnap is netezik, megint 10 dollár. Most te fizetnél 4000 forintokat naponta, ha elutazol egy hétre
külföldön, rohadtul nem. Tehát a mi pénztárcánkhoz, vagy mi gondolkodásunkhoz képest ez nem annyira használható, de azoknak az amerikaiaknak, akik Európába utaznak, azoknak működik. Most ennek megfelelően Ázsiában van olyan, hogy jó van, akkor 1 giga vagy 5 giga van a te havi szimkártya kereteden, internetezésre, de a Facebookot nem számoljuk bele, annyit Facebookozol, amennyit akarsz. Mert hiszen onnan fogod megnyitni a YouTube-ot, amiért viszont meg már fizetsz, hogyha adat. Nem fizetsz, de hogy elfogy a 20 gigád, és akkor végre lelassíthatjuk. Na most a reklámoknak van az a változata, a klasszik reklám, ugye, ami így azt mondja, hogy én egy terméket árulok, de van az, ami most legutóbb láttam egy ilyet, hogy ilyen kis short videónak tűnt, amiben egy gyerek elkezd fulladozni, egy kisgyerek a étteremben, és ott ilyen, mintha ilyen ipari kamera venné fel, és minden, és tök hitelesen, és mindenki szaladgál, blablabla, bla, bla, és akkor jaj, mindjárt megfulladott, sikítoznak, és akkor nem, és akkor egy ember ennek föláll. Ennek az étteremnek én is láttam a reklámját. Egy ember föláll, nem, ez nem étterem. De gondolom, hogy ettől megfulladsz. Nem. És feláll egy ember, így látszik, hogy kisétál az ajtón, bejön egy másikon, kezébe van valami, ezt itt a gyerek szájára nyomja, putty, és akkor kijön, ami megakadt a torkán, és utána erről szól a videó, további része, hogy ez a termék, ha nálad akkor van. Akkor mégiscsak reklám. És egy rohadt reklám az is, de úgy, hogy 100%-ban hitelesnek tűnik, igen. Ijedés elleni. És megnézed a kommenteket, és mindenki azt mondja, hogy azonnal megrendeltem. De mondjuk az EpiPen az pont egy ilyen dolog, ami ha van a kocsidban, akkor igen, így életet menthet. 30 ezer forint kb. Igen. Ja, de egyszer elhasználja valaki. Tök jó, persze, valaki. És ne legyen rá szükséged, igen. Igen, ugyanígy nekem van porraloltó a kocsimban, nem kötelező szerintem. Mert hát már jól lett ki az buliban mindig jó egyébként, ha van egy porraloltó. Hetente elhasználjuk, meg az osztályfőnöknek. Feldobja a bulit. Ahányszor elindulok haza a DM-ből egy 18-as WC papír csomaggal, már csak 3 van nálam, mire hazajövök, mert az útvonal elmegy, ja, a volt osztályfőnököm háza előtt, és tudod, sajnos így át kell dobálnom a teteje fölött. Nem, van egy ilyen amerikai szokás, tehát nálunk még nem honosodott meg, hogy a osztályfőnök kádárkockáját tönkre tegyük ezzel a leszedhetetlen WC-papírral, de valamiért az amcsiknál a WC-papír feldobás, meg a cipő földobás villany vezetékre, az valahogy az nem tudom, hogy nálunk milyennek a megfelelője. A csikket haigáljuk el, meg nem. A vizes zsebkendő földobálása az iskolai WC plafonjára, nálunk ez az, ami náluk a WC-papír dobálás házak fölött. Na visszatérve viszont a reklámokra, bocsánat, kérlek, hogy olyan szuper sztori vizéről, földről visszarántom a valóságra. Túl sok havas néztem. A problémám néztem. Nekem az, hogy a tévében is utáltam, gyűlöltem a reklámokat. Tudjátok, volt egyszer az, hogy a Schindler listáját adták le, úgyhogy nem volt reklám, és az milyen nagy esemény volt, hogy nem teszünk bele reklámot, érted? Volt, ez lenne a normális. De tudod, ehhez 6 millió zsidót ki kellett írtani, hogy ők egyszer ne rakjanak reklámot egy filmbe. Igen. Rendszeresen és az M1-en, ahol egyébként is fele annyi szerint az engedélyezett reklámidő plusz amúgy sem abból élnek, csak azért adnak szerintem reklámot, hogy azt érezd, hogy ez egy kereskedelmi tévécsatorna minőségű valami. Nem azért, hogy valami állami szemetet reklámozzanak. Tehát igazából azért van a reklámblokk, hogy az állami propaganda. Nem, azért van, hogy egyrészt a költségvetést, egyrészt a költségvetést megcsapolják, kvázi a mi adónkból finanszírozzák az egészet, úgy, ahogy van, de ezen felül még reklámokkal is mossák az agyunkat, az nem elég, hanem még belerakják a reklámot, hiszen ők még egy csapon keresztül csapolják be a pénzt, hiszen hát a mi adónkból finanszírozzák, de akkor miért nem tartja fönn magát? Uh-huh. Miért van reklám, hogyha közpénzből finanszírozzák, és hogyha meg reklám van, akkor miért finanszírozzák közpénzből? Társadalmi, miért nem tartja fenn magát? Reklám. De nem csak társadalmi célú reklám van. Tudod, mire rohadtul gondolom. Én értem, hogy mire gondolsz, de nem csak az. Termékpromóció, meg a legkülönbözőbb reklámspotok, mint egy kereskedelmi tévében. Meg vannak ezek, tudod, amikor a Paksi atomerőmű reklámozza mondjuk magát, és felteszed a kérdést, hogy milyen francért kell nekem egy Paksi atomerőmű reklámot néznem. Mi közöm van hozzá? Veszek 20 dekaszeletelt Paksot, vagy hogy? Én azt várnám el, hogy ha egy televízió az én adómból üzemel, akkor azért szolgáltasson nekem olyan műsorokat, amikben nem kell reklámot néznem. Hiszen én már az adómon keresztül fizettem azért,
Most, és egyszer beszedik az adómon keresztül, aztán meg még az agyamat mossák, és beszedik a hirdetőiktől. Igen, de ennél nincs gusztustalan. De hát a Petőfi filmet is kifizetted, és mégis, ha mennél a moziba besétálni, hogy akkor most megnézem, akkor ugyanúgy ki kell fizetned a belépőt. Ez is milyen? Na, visszatérve megint a reklámokhoz, tehát a tévében is undorítóan sok volt, de az valahogy ugye azt szabályozza az NMHH. Tehát erre van törvény, és ezt egy hatóság vizsgálja, hogy betartják-e. Itt a rádióban is vizsgálják, hány óránként, hány perc lehet, milyen témájú, blablabla. Bla, bla. De mondjuk fölmész a YouTube-ra vagy a Facebook-ra, ott semmi nem szabályozza. Semmi nem szabályozza, hogy hány reklámot tolnak az arcodba. Semmi. De hogy de nem, miért? A Do No Evil elv. Az a kikeszhetetlen az a erkölcsi integritás, ami a Google-t vezérli. Robi, don't be evil. Szerintem az izével keveled, ja, a Duno 3-mal keveled, amit a hipokratiszi eskülnek a részletének szoktak tulajdonítani. Jó, várjál, viszont don't be evil. De úgy tök igazuk van, mert a don't be evil azt a Google mondja neked, de ezt nem magára mondja, hogy I won't be evil. Ja. Nem azt mondta. Az sokkal jelentősebb, hiszen mi többen vagyunk, mint a Google. Úgyhogy, ne csináljatok semmi rosszat, majd nem, az van, hogyha majd mi rendesen viselkedünk, akkor majd ő sem csinál semmi rosszat. Azt nem állít. Nincs mindenképpen rossz lesz veled, de te legalább marad jó. Nincs ebben valami genomajális felhang, vagy feeling? Tudod, mire gondolok? Persze. Ebben a rosszakat el kell ítélni. Egy kicsit így hangzik ez a... Ja, én nem erre gondoltam, van ennek egy másik része, de azt nem mondjuk be ide. A mi hallgatóinknak szoktam időnként a kommentjei között viszont látni azt, hogy gratulálok, most már nagyon sok a reklám, én most már ezért nem jövök többet ide nézni. És akkor mindig ott van rá a válasz, hogy valamelyik másik hallgatótól, hogy miért nem használsz adblockert, hülye gyerek? És van ebben valami, tehát leginkább abban, hogy hát azért, mert ez ingyen van számodra, akkor kénytelen vagy megnézni, de az, hogy mit tudom én, 3-4 percenként van egy videóban reklám, amit te másfél órán át nézel, de így viszont 2 óra 20 percig fogod nézni, az rettentő idegesítő lehet, és vannak olyanok, akik szánnak rá külön energiát, hogy kiszedegessék a Google által berakott default reklám csíkokat egy videóból, vagy egyszerűen beállítják azt, ami harmadannyi bevétel valószínűleg, hogy csak az elején meg a végén legyen, és ne legyen köztes egyáltalán, de ez minden ilyen hirdető, vagy mi ez, média csatornának, vagy YouTubernek, ez pénzébe kerül. Viszont az jól leolvasható belőle, hogy egyre idegesítőbb nézni az online tartalmakat a YouTube-on annak a számára, akinek nincs prémium accountja. Hál' Istennek nekem sikerült ehhez hozzájutni, és ennek megfelelően én évek óta nem vagyok síkideg a tévé miatt. Én nem fizetek elő a YouTube-ra, viszont a reklámblokkolómat egy ideje nem tudom használni, mert azt letiltotta. Tehát azt mondta, hogy akkor mostantól nem nézhetek meg semmit. Azt mondta, hogy 3 videót nézhetek még meg, és utána szevasz. Úgyhogy milyen kikapcsoltam. Milyen reklámblokkolót használsz? Operába beépített. Tehát beépítette. Mm-hmm. Mert én is a Brave böngészőt használom, ami önmagában egy reklámblokkoló, viszont prémium YouTube-bal, és arra vagyok kíváncsi, hogy ha de akkor minek? Ha a YouTube, nem azért használom biztos, ezt, hogy reklámblokkolom legyen, hanem hogy a 126 kinyitott fülecske az kevés akkumulátor tegyen a gépemről. Na, viszont egy ideje azt csináltam a YouTube-on ezután, miután elkezdtek rohadtul idegesíteni ezek a szemétreklámok, tényleg, és most már az, hogy ha hallgatok mondjuk egy podcastot, és az megy másfél órát, és nem a gépnél ülök, hanem csak hallgatom, és ott teszek-veszek, akkor amikor jön a reklám, ugye vissza kell mennem, hogy tovább léptessem, mert ha nem léptettem tovább, ő így vár egy darabig, és elindít egy újabb reklámot, és ettől vagyok teljesen készen, hogy amúgy elég lett volna egyet megnéznem, vagy meghallgatnom, de most akkor még egyet lenyom, hiszen nem klikkeltem. Nem vagy észnél. Na mindegy, azt csináltam, hogy beállítottam VPN-en egy ilyen random európai szervert, és akkor a holland reklámokat kapok, és abból egy szót sem értek, tehát nem érdekel. És ez egy megnyugtató mötymörögés a háttérben. Sokkal, jó, valamit ott magyaráznak, és aztán megy tovább. Zseniális vagy. Ez de ennyire egyszerű átverni őket, tudod? Hát és így értékesítenek, hogy azután, hogy te meghallgattad azt a holland hirdetést, az a holland hirdető fizet. Pedig tudhatnák, hogy nem érted. Na, és ez az a másik, hogy a Google-t, meg a YouTube-ot, meg a Facebook-ot, ez egyébként nem érdekli. Tehát ő szépen bemutatja, hát lement a reklám, Hollandiában, vagy miért kéne érdekelni, hát akkor neked van holland érdeket, ha azért van holland VPN-ed, mert te a holland HBO-t akarod nézni.
nézni, persze, vagy mit, ilyen okaid vannak. Tehát alapvetően ennek őt az, hogy te a VPN-nel átverted, az nem kéne, hogy érdekelje, mert akkor neked van valami közöd Hollandiához. Én is használok időnként VPN-t, és azért használom azért az országén, mert abban az országgal nekem van dolgom. Ennek, érted, ez így, szerintem ez így oké. Az más kérdés, hogy szerintem a VPN forgalom egyébként felismerhető, mert az egy internet az internetben, tehát az a csomag, ami olyankor közlekedik, azon látja, hogy ez belecsomagolva egy tudja, mintha, és utána és kicsomagolja. Viszont... Tehát ő azt tudja, hogy ez most itt van Hollandiában, látom, hogy nem innen származik, de azt nem tudja, hogy honnan. Tehát igen, egy holland vagy az összes hollandot letiltja, amíg akkor meg jó hülyes, az jó hülyeség, vagy akkor csak téged. Hát a Google hozzácsap egy holland reklámot is részéről el van intézve. Aha. Én még arra emlékszem, még régebben, ugye, mert ide a YouTube szétválasztja azt, hogy felnőtt vagy gyerek nézi a tartalmat, pont azért, mert azért botrány volt abból, hogy a gyerekek arcába is tolják a reklámot, és nekünk konkrétan volt egy ilyen eset. Ezt is amikor... úgy választja szét, mint a téged a hollandoktól, hogy hát pont sehogy. Tehát, hogyha a gyerek azt mondta, hogy ő felnőtt, akkor felnőtt. Akkor felnőtt, így van. Na jó, de hát ez meg ilyen, hogy minden így működik, hogy felmész egy random pornó oldalra, és ott van, hogy 18 éves elmúltam, és beixeled. És akkor tudod, ennyi volt. Igen, tehát viszont annak te veszel szám, mert a gyerek nem tud magának venni egy számítógépet, hogyha te adsz neki egy laptopot, iPadet, akármit, az a te felelősséged, hogy azon beállítsd az életkorát, és ilyen szülői felügyeleted legyen rajta. És onnantól kezdve ő nem elvileg, ha szépen megyünk előre, akkor minden website, ami akár alkohol, cigi, pornó, drog, fegyver, rakéta, atombomba, AIDS, COVID, nem tudom, de nevérvér, szerencsejáték, annak automatikusan le kéne hívni az oprendszerből az életkorodat, ha gyerek vagy, amit az anyád beállított, pont úgy, ahogy lehívja azt, hogy milyen nyelvű az oprendszered, és akkor olyan nyelven jelenik meg. Bezzeg ezt már el tudtuk intézni 20 éve, hogy a magyar böngészővel magyarul látom a, nem tudom, a Microsoftnak az oldalát, de hogy hány éves valaki... Azt még mindig megkérdezzük tőle, és majd ő nyilván igazat fog mondani. A mi gyerekkorunkban még nagyon-nagyon nehéz volt hozzájutni pornográfiához, és ezért aztán nekünk olyan illúzióink lettek, amiket aztán fiatal felnőtt korunkban kellett fáradtságos munkával lerombolni, és magunkat lerontani arra a szintre, ahol már tőlünk nyugatra élők már évtizedek óta tanyáztak. Milyen lehet ma gyereknek lenni? Mennyire könnyen jutsz hozzá ehhez? És én emlékszem, hogy nekem milyen volt annak idején akár csak egy csöcsös csajt látni egy ilyen kártyanaptáron, milyen élmény volt gyerekként. Milyen kísértés és mennyire könnyű kielégülés lehet ennek nyomán ma gyereknek lenni és az interneten hát így kettőt kattintani. És én úgy látom, hogy mondjuk ezek az oldalak ugye például nem érdekeltek abban, hogy szűrjék ezeket, már pedig nagyon jó lenne, ha szűrnék azokat, hogy mondjuk 10-11 éves gyerekek ne lássanak bizonyos tartalmakat. Mint ahogy a tévében például ugye karika van, tehát az van, hogy ebben a filmben elhangzik ez, vagy valakit megölnek, akkor ott van egy karika. Igen, a szexualitás sokkal súlyosabb tabú, és sokkal jobban szankcionálják a szexualitást a gyerekekhez vonatkozó csatornákon keresztül, mint az erőszakot. Sokkal persze, jobban. Persze, sokkal persze. Jobban. Az erőszak az komilfó. Az belefér. Az erőszak az oké. Okay. Igen. Ez is különös. Nagyon súlyos. Hogy különös. Tehát hogy ha belegondolsz, a szex az a reprodukció, az ember azzal reprodukálja magát, az a legfontosabb ösztönünk az erőszak ezzel szemben, a pusztítás is, azt mégsem szankcionálják. Az erőszak, az, meg főleg a gyilkosság, az kettőből egyet generál. Tehát egy pusztítással jár. Míg a szex az meg kettőből hármat generál, tehát egy növekménnyel jár, szaporodással jár. Az egyik életet fakaszt, a másik az meg életet pusztít. És ami életet pusztít, az 12-es karika, ami meg életet fakaszt, az meg súlyos 18-as karika. Ez hogy van? Na igen, de és függetlenül attól, hogy ezt most te úgy ábrázolod-e, tehát pornográf módon ábrázolod, ami valóban zavart kelthet az ember elméjében, vagy akár romantikusan ábrázolod, azt sem lehet, tehát nem mutathatod. Nem csak karikákról van szó, mert amikor eljön az este 10 óra, akkor egészen, nem tudom, reggel 5-ig talán nincsen ilyen, hogy karika, mert feltételezzük, hogy mindenki, aki 17 és fél éves vagy 4 éves, az este 10-kor úgy álljul el, mint egy narkolepsziás, tudod, így,
és onnantól mehet minden, és amikor mehet minden, akkor erőszakos film az megy a kereskedelmi csatornán, de pornófilm az nem megy. Aha. Nem, hogy pornófilm, van ez a soft kategória, amikor nem mondjuk azt, hogy nem tárják fel a teljes biológiáját az eseményeknek, és az sem fog menni, hanem olyan lesz, hogy egy elalakú lepedő alatt fetreng egy fiú meg egy lány, vagy hát tetszés szerint beosztható, és akkor utalnak rá. Esetleg a nőnek látni fogod a mellét, mert azt szeretik a nézők, de cserébe olyan nincs, hogy a fickónak meglátod, ami a lába között van, nagy ritkán előfordul, hanem a férfi nézőket megetetjük egy kis ilyen fatus fürdőreklámmal, a nők meg nem kapnak semmit. Na most aztán ott van mondjuk de csegget, a... Egy csegget, férfi segget. Férfi segget, aha, épp kimegy a hálószobából, és hátul tényleg az szokott lenni. Nekem nem tűnt fel, ez feléletlen. Na most ennek ellen, vagy ezzel szemben mondjuk streamingen megnézed mondjuk, ami nagyon ilyen egyértelműen súlyos volt az a Trónok harca, de például az Eufória is olyan, hogy iszonyatos dolgok vannak benne, tehát hogy így... De szexuális tartalom? Minden van. Hát az Eufória az csodálatos. Na, én imádom, de az is olyan, hogy leülhet simán egy 14 éves gyerek megnézni, és egyébként meg inkább vissza, kb. Róla inkább, szól. De jól is teszi, mert inkább visszahőköl tőle, mint megkívánja. Inkább visszariad tőle. Az inkább egy felvilágosítás, meg egy elriasztás. Alig ha annyira, mint a Requiem egy álomért, mert az fokozhatatlan, és az elérhetetlen, az olyan, mint az abszolút nulla fok, de azt ostromolja az Eufória egyértelműen. Korrekt, főleg az első évad szerintem. Na minden esetre az olyan, hogy most ez így eltér a tárgytól, de amikor én azt megnéztem, akkor azt éreztem, hogy te jó ég, hogy nekem van gyerekem. Tudod, és így beleképzelem, hogy pár év múlva ő ezekkel a problémákkal találkozhat. Nyilván Magyarország nem Amerika, tehát nem pont, de hát azért úgy... Na mindegy, és hogy belegondolok, hogy nekünk milyen volt tinédzsernek lenni, kamasznak lenni, hogy ez mennyivel egy egyszerűbb időszak volt azzal együtt, hogy így összeomlott a keleti blokk, és ott egy új rendszer. 20-as éveimben bepótoltuk. Hát igen, na jó, de azért az Eufória az akkor is, hogy mondjam, az nekem még akkor is egy erős állítás. Nekem problémát okoz a közelmúltban egy picit, hogy ezek a karikák most már rákerültek a reklámokra is, de érthető, hiszen tudunk róla, hogy voltak cigi reklámok, amit most már a Forma 1-es autóra se lehet rátenni. Meg van alkoholreklám, amit viszont, aminek azt hiszem, hogy valami olyan a szabályozása, hogy olyan műsorok környékén, amit feltehetően nem néz, nem tudom, 15-20%-nál több gyerek, de csak feltehetően, de az érted, hogy nem szokta. Neki nem érdekes. Olyan műsor, hogy neki az nem érdekes. Abban viszont lehet reklámozni, és az a gyanúm, hogy este 8 után is, tehát nem csak este 10 után, ami olyan érdekes, hogy nézel egy tévét, és érted, hogy a cigi ki lett innen ebrudalva, de a pia meg nem. És utána megjönnek a reklámok, és a reklámon is rajta lesz a 12-es vagy a 18-as karika, és ennek megfelelően teljesen újra kell programoznom a tudatalattimat, ami ugye ami összepárosodott azzal, hogy ha azt mondják, hogy a következő műsorszám 18 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott, akkor az azt jelenti, hogy vége a köcsög reklámoknak, és végre lehet nézni tovább a filmet. Ezzel szemben mi történik? Egy új reklámblokk jön a keményebb reklámokkal, amit 18 éves gyereknek ki kell menni a konyhába, hogy anya, szeretném nézni a következő reklámblokkot, bejössz velem, fogod a kezem, félek. Igen. És ez de egy reklámblokk, egy reklámra szánt 6 percen belül 3-4-szer lemegy ez a karika, mert már azt is csinálják, hogy nincsen egyben a reklámblokk, hanem az van, hogy először jön a csatorna saját reklámja, hogy milyen műsorokat lehet nézni. Utána jön egy kis igazi reklám, amiért fizettek ügyfelek, utána megint jön egy kis csatorna promó, akkor úgy visszaülsz, hogy jaj, most már jó, most már ilyen előzetesek lesznek, hogy a Szulák, meg a Bocskor, tudod, és így meg Havas. És aztán hirtelen megint jön egy kis reklám, mert nincs egyben tartva, fel lett töredezett, hogy van? Fetördelve. Mert ez nem magától történt, hanem ezt mi csináltuk. Feltördeztetett. De tényleg majdnem az lett, hogy nem tudok többé beszélni, és ilyen hordágyon kell innen elvinni. Föl lett töredeztetve. Szóval, föltöredeződött. Igen, tetettétek töredezetté. És
akkor... Most elveszett a lényeg. Nem, azt gondolom, hogy nem nézték a reklámokat, mert egyrészt üvöltöttek, ez is egy pár éve lett standardbe állítva, hogy ne üvöltsenek a reklámok, igen. Hanem mit tudom én, milyen átlagos hangnyomásra kell beállítani, és ha ezt nem úgy adod le, akkor be se fogadják, ráadásul nem kazettáról játsszák be, hanem már ezer éve egy online rendszerből ezeket, és nyilván nem nézi senki a negyedik reklámblokkot, mert addigra már rég pisil. És arra gondoltak, hogy jó, akkor kettőt adunk le, utána jön egy kis időjárás, utána megint két vagy három reklámspot, utána behirdetjük, hogy szombat este milyen film lesz, és aztán megint reklám, és így szerintem még tudják növelni az egy reklámra jutó nézőt. Lehet. Ellenben azzal, hogy itt rendbe hozták a hangerőt, a YouTube-on viszont meg még nem. Tehát ha a YouTube-ot nézed naphosszat, akkor ott visszacsöppentél abba az érába, amikor az egyik reklám az ilyen halk volt. A következő meg... De mondjuk ez a műsor is ilyen, ha te és a Puzsér felváltva beszélgettek. Jó, hát azt ott a potméterekkel tudnád szabályozni egyébként, hogy őt 70%-ra visszaveszed, nála meg benyomod az overloadot, és akkor egy kijön ugyanarra. Érdemes volna, de nem nyúlok hozzá. Itt van előttem. Ha valakit zavar ez a hangarány, nem, akkor tudjon róla, hogy én megtehetném, és nem teszem meg. Akkor várja a Roxy Rádió. Szóval a reklámok egyébként ugye folyamatosan fejlődnek, és volt olyan időszak is, én emlékszem, egy időben volt tévém, jó 20 éve megszabadultam tőle, de még egy időben azelőtt sokat televízióztam, ha unatkoztam, ha nem jött az ihlet, ha akármi, akkor így ment. És emlékszem arra a reménytelen kapcsolgatásra, amikor annyira rossz az összes csatorna, összes tartalma, hogy mindig csak körbe-körbe vándorolsz, hát, ha valamiből beleszaladsz, és igazából már jobb reklámokon állsz meg, már azt nézed. Tehát amikor a műsor az gyengébb színvonalú, mint a reklám, amit beletettek. De ez nem egy korumpálódása a rendszernek, mindjárt visszavezeted a politika világába, ha akarod. Ugye az történik, hogy én nézem az RTL-t, mert az a műsor mondjuk tetszik, de a reklám idejére átkapcsolok a TV2-re, mert hogy kapcsolgatni volt kedvem, de rájöttem a harmadik gomnyomás után, hogy mindenhol ugyanakkor megy a reklám, ezért valamelyiken megállok, nem tudom melyiken, mert nem tudom megkülönböztetni a csatornát, hiszen mindegyiken reklám megy éppen, ezért én bevételt produkálok a TV2-nek azzal, hogy én az ő reklámját néztem, jó, hát ez egy egyedi eset, viszont az RTL-nek produkálok kiadást, mert az ő műsorát nézem. Igen. Jó, ez igen, ez már rendszer szemlélet, hogy akkor egyiknek adok, másiktól elveszek. És akkor... ez digitálisan, ez már konkrétan ez bevételkiesés lesz. Most még csak statisztika, de ha IP-n nézi mindenki, pontosan majd akkor fogják, már nem statisztika, hanem elszámolás alapja lesz. Arra emlékeztek el, hogy voltak azok a műsorok, amik jó reklámokat gyűjtöttek össze, és leadták, hogy ilyen jó reklámok is vannak. Emlékeztek erre, hogy ez egy tévéműsor volt, hogy reklámokat mutattak benne, és leültünk megnézni, milyen jó reklámok vannak. Őrület. És ez nem gondolj reklám. Tehát az nem és nem ezekből lett a reklámkultúra. Nem ezekből lett, mert kiderült, hogy a reklám azzal, hogy szellemes, azzal, hogy szórakoztató, azzal, hogy élményt kínál, nem realizálja olyan mértékben a fogyasztást, minthogyha súlykol, minthogyha énekel, minthogyha a joghurtba belehulló gyümölcsből fölcsapó joghurt cseppnek a lehullását mutatja, és valami jó kis nőt, ahogyan éppen belenyal. Tudod, ebből lett a reklámkultúra, és mindaz, ami szellemes volt, mindaz, ami élményszerű volt, mindaz, ami elment volna akár tévéműsornak is, az kikopott, az kivétel, amit kirostált magából a marketing szakma. Borzasztó pokoli egyébként, és ugye itt hatványozottan létezik az a probléma, hogy ezeket most már tényleg tömeggyártásban csinálják. Tehát régen egy-egy ilyen reklám, az tényleg minden csatornán ugyanaz az egyment, mert legyártották, megcsinálták korrekten, és akkor leadták, ahol lehetett. Most az van, hogy szemét tengerben úszunk, tehát média zaj van, termék óceán, egyszerűen a reklámok is tömegessé váltak, pillanatokra szólnak, másodpercekre, nem is kell annak már semmilyennek lennie, tehát csak zúzzák keresztül rajtad igazából. Nem is tudom, van olyan ember, aki ezekre a reklámokra kattint konkrétan, amikor 200-adjára látom azt, hogy vagy hallom ezt az idegesítő, az a pont, rákattintasz?
gyűlöletes. De tényleg rákattint? Ismersz embert, aki rákattintott? Nem? Akkor miért csinálják? Nem kell rákattintanod. Ugye ez azért, ugye ez a tudattalanoddal, a tudattalanoddal kommunikál. Szerinted... Arról van szó, hogyha valamikor majd valami kelleni fog, és meglátod, hogy ezt megveheted az alza.hu-n, lesz egy ismerős érzés, láttad és már az valahol, az és ez egy definiálatlan bizalom. Szerintem de valami alapján elosztják ezeket a hatalmas pénzeket, de nem hiszem, hogy igen, de, tehát valamilyen módon a tudattalan síkján, a nagy számok törvénye alapján, a nagy tömegek nagy mintája alapján realizálja a fogyasztást. Én nem akarok ebben hinni, én az emberi jóságban akarok hinni, én abban akarok hinni, hogy ez nem működhet, tehát az alza.hu reklám nem működhet. De ez tudod olyan, hogy Gyurcsányt is ismerem, és nem fogok ott kezd el az elemzésedet, hogy bár sok embert idegesít ez az alzamanó, a fele lehet, hogy úgy van, hogy nézd, milyen aranyos, úgy imádom, és van, és valószínűleg merchandising termékként van neki egy az íróasztalán a kaktusz mellett az irodában. Lehet, hogy az a kis féreg, amelyik gajdolja, hogy a galza.hu, tudod, abból van plüss, és emberek megveszik maguknak. Tudod, hogy, és sőt, az alza.hu-n bizonyára kapható, és emberek megveszik maguknak, mert így szeretik. Valaki, akkor van rá igen, ember, aki nagyon szeretik. Meg a Crazy Frog. Akkor velem van a baj. Aha, SMS. Na az olyan gyűlöletes, hogy a Crazy Frog, hogyha élne, ha létezne, ha egy tényleges béka lenne, meg rálépnék. Rálépnél. Az a plusz játékok, éppen itt vagyok. Azt mondja, legtöbbet eladott. Ó, 3600 forint fölötti az ára. De van, van 14 ezer is, az 60 cent. Létezik az a féreg lény. Ugye, nem, az milyen nem lény amúgy? Nem akarom tudni. Nem kell valamilyen lény legyen, mert akkor az már más jelent, mint őket. Azt nézd csak, Elon Musk találta a Marson, szerintem azért nézd egy zöld emberke. Kérsz egyet? Isten, fúj. Szerezzek neked? Akarsz vele aludni? Na, és beütötted a böngésződbe, ember, megmérgezted az alapokat. De már rendeltem tőlük, és másnap 8 órakor ott volt. Most már kezd olyan lenni ez a beszélgetés, mint egy reklám. De tényleg egy csomó ilyen. Végén büntetést fogunk kapni, de nyilván ők nem fizettek érte, én meg nem hívok fel a figyelmeteket, hogy vásároljatok nálunk, és az áraikat sem mondtam el, úgyhogy ez világos, hogy nem egy reklám. De ettől függetlenül én tényleg sok ilyen kütyüt rendelek, kábeleket, és nem innen, rendeltem először egy halom helyről, miért ne rendelnék akár innen is. Na mindegy, egyébként én a reklámokkal úgy vagyok, hogy úgy alapvetően a reklám, mint olyan, teljes egészében számomra egy elutasítandó dolog, mert a következőt gondolom, van egy termék, és én azt a terméket több okból vehetek meg. Az egyik az, hogy jó, a másik az, hogy olcsó, lehet olcsó és jó. És ilyenek. Finom. Tehát, hogy valami miatt nekem is szükségem van rá. Na most a reklám az azt mondja, hogy jön valamivel, ami, mert egyébként vehetek olyat is, ami szar és drága, de szükségem van rá, tehát elfogadom, hogy kell, most ez muszáj. Hogy tudom, téli gumi, léleges vagy WC-kefe, tök minden. De arra nincs szükség, azt nem kell reklámozni. Igen. Azt kell reklámozni, amire semmi szükséged nincsen, igen, és most már olyan arrogáns módon tolják a pofádba, hogy van egy csaj kifeszítve óriási méretben a város fölött, és van rajta egy kabát, oda van mellé írva, hogy kabát 13.990 forint, és azt mondja a csaj, ott van a felirat, hogy csak egy tejért ugrottam le. Tudod, büszke rá, hogy neki csak egy liter tej kellett, de vett egy kabátot. Önálló életre alkalmazott, hogy a tejban nem volt rá szüksége, de ez mekkora élmény, hogy csak leugrott egy tejért, és kabát 13.900. Érted? Hát hogy valójában ezt a túlfogyasztást, idióta, és ezt a fogyasztói idiotizmust, ezt menőségként állítják föl. Na, most a következőt gondolom tehát, hogy van egy termék, amit meg akarok venni, 2024-ben egyszerű dolgom van, beírom valamelyik ilyen keresőbe, bármelyikbe, vannak árösszehasonlító oldalak is, meg tudom venni azt az adott dolgot, ki tudom választani, össze tudom őket egymással mérni, független oldalak ezt megcsinálják, tök jó. Na ez a szemlélet, ez bukott meg. Semmi szükségem reklámra, és ennek ellenére termékeket tolnak az arcomba megállás nélkül, hogy ezt meg ezt vegyem meg. Úgy volt, hogy ilyenek lesznek a fogyasztók, mint te, amiről te beszámolsz, hogy tudatosak,
oldalakon összehasonlítanak termékeket, és az árérték alapja, árérték arány alapján hoznak egy racionális döntést arról, hogy mit vásárolnak meg már... a termékspektrum egészében. De ez baromság eleve, csak, hogy ez... mert már ott ketté van csapva, hogy a magas értékű vásárlásoddal kapcsolatban így jársz el, de a rutin vásárlásoddal kapcsolatban soha nem is jártál így el. De és bizonyára ez vannak nem most olyanok... az internet korában, hanem az 1940-es években rájöttek okay. már, hogy a benzinkúton a pénztárnál kell rakni okay. az apró. De nem, bizonyára vannak olyanok, a szuper Dávidok, akik a Dávidhoz képest Dávidok. De az egy betegség akik... már, ha mindent így veszel meg, nem. hogy veszek egy rágot, de nézzük csak, az örökdínje íze 7,9-es. Okay, okay. És csinálsz egy Excel világos, táblát van ilyen, róla. Persze, de, most, de alapvetően... De minden esetre ez a felhasználói attitűd, ez megbukott. Megbukott. Megbuktatták a marketingesek. Megbuktatta a tudatipar. Na, de ezért értem nem a reklámot úgy, ahogy van, mert a következő van. Ha azt nem tudom, hogy hol vegyek egy alsógatyát, azt mondjuk el lehet nekem árulni, hogy alsógatyát vehetsz itt meg itt, WC-kefét vehetsz itt meg itt, de azt nekem nem mondják el, hogy ez a WC-kefe az ergonomikus kialakítása miatt mennyivel jobb, mint a másik, hát mert nem érdekel a bullshit. Te ellenállsz, de ez a... És tök jó lenne, ha nem mondanák másnak is, de a másoknál nincsen felháborodás, hogy nekik ezt nem mondják, és nem valószínű, hogy ha erre jutnának, akkor ellen tudnának állni neki. Tehát az ember ezt nem vizsgálja orba szájba naponta, hogy én ilyet nem akarok, bár látod, az online adblockert nagyon sokan használják. Tehát, hogy hát olyan sokan, hogy a YouTube most be is tiltja, tehát magyarul mégiscsak tömegessé vált az a szemlélet, hogy elegem van. 15%. Ja. 20. Úgy tűnik, hogy ez pont elég. És az az érdekes, hogy mindezt úgy, hogy egyébként mind a Google-nek, mind a Facebook-nak iszonyatosan nagy a reklámpiacból kihasított szelete. A magyar reklámpiacnak úgy tudom, ilyen egyharmadát visz. El, csak ez a két cég, kettő cég. Az online reklámpiacnak. Igen. Na, vigyázzunk, mert a... Jó, igen. Nagyon-nagyon ami sok egyébként milliárd most már azért nagyon rendes nagy, világos, de most már azért nagyon nagy, és ezt látjuk mondjuk, amikor az állam csak az egyik az egy növekvő reklámtorta, a másik az meg egy szűkülő. Igen. Jó, de az egyik az egy torta, a másik meg egy M&M's. Egyelőre, de nyilván valahol találkozni fognak, elvileg. A lényeg, de aztán elhaladnak egymás mellett. A lényeg, hogy iszonyatosan nagy bevételük van, és ennek ellenére nem elégszenek meg azzal, hogy van ez a kisebbség, ez a valahány százalék, aki azt mondja, hogy van egy adblockerem, és tudod, azt kéne látni, hogy én azért rakom fel az adblockert, mert úgyse fogok rá kattintani. Mutathatod nekem, de nem fogok rá kattintani, akkor mi lenne, ha megspórolom? Látod, szerintem ez az illúzió, hogy te úgy csinálsz, mint hogyha te nem is az emberiséghez tartoznál, veled ezek a cégek, veled ezek a marketingesek, a kreatív értekezleteiken, tudod, nem számolhatnak. Te a magas és fényes tudat, tudod, a magas értelem és a szellemnek és a szellemnek a dopen, igen, és a szellemnek a magaslatáról figyelsz, nem igaz, neked is van tudattalanod, a te tudattalanoddal ugyanúgy kommunikálnak ezek a reklámok. Te is hozol olyan fogyasztói döntéseket, amikor egy irracionális vagy egy definiálatlan bizalom alapján veszel le a polcra egy terméket, és olyankor bizony a tudattalamba elsüllyesztett logók, a tudattalamba elsüllyesztett dallamok, a tudattalamba elsüllyesztett szlogenek, azokat mozgósítja az a pillanat, és hidd el, hogy te veled is működik, ahogy mindenkivel működik. Csak tudod, az egyszeri fogyasztó úgy csinál, mint hogyha ugyan már, én nem ez alapján vásárolok. De a helyzet az, hogy igen, és hogyha így működnének az emberek, és tudod, mindenki olyan önérzetesen megállapítja, hogy én nem nézek reklámot, engem nem érdekelnek, ha látom, akkor se az alapján fogyasztok, de akkor mi alapján osztják el a világ javait? De ez is látszik, hogy például növekvő szeletet jelent az online reklám piacon az influencerek által végzett reklámozás, aminek pontosan az a funkciója, mint hogyha megkérdeznének téged, hogy figyelj már, milyen filccel színezgetsz te itt. Tehát, hogy érdekel, mert megbízom az értékítéletedben. Én csak a textmarker filccet használom. Nekem ez bevált. Kérlek, mutasd bele a kamerába, és akkor teljes lesz, igen. Tényleg ez van ráhívva? Most hallottam először. Köszönjük a támogatást. És akkor tudod, az influencer ugyanebben utazik, hogy őt szereted, mert valami miatt neked ő így ilyen belső körbe került, a barátod lett valahogy ez az influencer, és ő azt mondja, hogy én ezzel meg ezzel törlöm a seggem, és te is rohansz olyan papírt venni. És törölni és az elkezdtek a reklámozók egyre nagyobb pénzeket költeni ezekre az
ezekre a karakterekre, és itt ugye az jön be, hogy teljesen nyilvánvalóan ő ezt nem használja. Tehát ő ezt csak azért mondja, mert pénzt kapott érte. Hazudja azoknak, akik ismernek. De ez már elkezdődött a hagyományos azoknak, reklámpiacon. Akik bíznak benned. Elkezdődött a hagyományos reklámpiacon. Ott van egy színésznő, akit mindenféle szerepekben láttak. A színésznőhöz kötődnek, szereti őt a közönség. Ezek után ezt a színésznőt egy GSM szolgáltató megvásárolja, és ez a színésznő azt fogja magyarázni, hogy ő amióta ezzel a GSM szolgáltatóval telefonál, vagy amióta ennél a mobil szolgáltatónál van szerződése, azóta neki megváltozott az élete, sokkal boldogabb lett, és ezt hazudja azoknak az embereknek, és tök nyilvánvaló, hogy hazudja, és mindenki, aki nézi, tudja, hogy hazudja. De akkor is működik, és akkor is csak ez működik, mert nem baj, hogy hazugság, a tudattalan képtelen arra, hogy ezt elrendezze, egyáltalán azt a fogalmat értelmezze, hogy hazugság. És a tudattalannal kommunikálnak, és tudod, hogyha azt a logót, meg azt a terméket, és az ahhoz tartozó szolgáltatást összecsomagolod azzal a bizalomérzettel, amit az iránt, a színművésznő iránt érzel, akkor, amikor majd meg fogod látni azt a logót valahol a plázában, akkor az egy kedves, kellemes, bizalomgerjesztő érzettel együtt fog följönni. Meg maga a reklám is emlékezetesebb. És az nekik pont elég. Én megfigyeltem azt, hogy a legtöbb gyógyszerreklámnak, most ez nem azt jelenti, hogy a 90%-ának, hanem akár a 40%-ának, de a leggyakrabban használt szinkronhang az ugyanaz a magyar színésznő, aki az egyik ilyen krimi sorozatban egy orvos FBI-os nőt játszott, és ez sem véletlen. Tehát, mert az ő tudományos hozzáértése az annyira hozzá kapcsolódott. Ez nagyon tudományosan hangzik. Minden női reklám nagyjából. Ennek érdemes hinni, hiszen már a tévében is nagyon jól kikutatta. Milyen jó kinyomozta. Milyen jó FBI-os volt. Képzeld akkor a reklámozás, hogy csinálja. Orvos, neki elhiszem, hogy beteg vagyok, illetve hogy egészséges leszek. De egyébként ugyanígy használják, ez ugye a Scully ügynök magyar hangja, mindenki tudja ki, ez hadd nem mondjam ki külön, de ugyanígy a Vészhelyzetből a Kovács doktornak a magyar hangját használják gyógyszerreklámozásra, ezt is szoktam hallani. Mert ő egy nagyon szimpatikus, Kelet-Európából, Amerikából vagy Chicagóba bevándorolt ember volt. Lenne csodálatos, hogyha politikusok hirdetnének termékeket, az mennyire működne, nem? Ők ennél nagyobba játszanak. Ők termékeket, csak a sajátjaikat, a saját brandjeiket. És abban nagyobb pénz van ám. Abban szektorok vannak, meg vármegyék. Nem egyszerűen csak, tudod, egy bizonyos termék, meg az ahhoz a WC papírhoz tartozó profit. De hát brandnek kell lennie.